a chatbotom. Hogy Jó itt van, 13-an vagyunk. én is üdvözlök mindenkit, most már nálam is megy az élőadás. Üdvözlöm Andrist, Kostyáci itt van velünk, és Petrát is üdvözlöm. Tehát Kostyáci itt van velünk, Andris is itt így van, Kosti. Anna, ő természetesen a fejemen áll, mert ő ilyen, tehát már egy ideje itt áll a fejemen. Jól van, és hát, na ez innen készült az index kép is egyébként, csak itt a nagy traktort ürödöttem. Most Jól miért van. lámpázol? Azt lehet tudni? Nem tudom, miért valami oknál fogva, ja, úgy maradt, mert itt néztem a fényeket. Na, Lacikám, akkor beléptünk. Szia, Dávid. Ja, és hát Andisnak annyit nem tudom, hallasz-e még, Andis, hogy ugye bérelve lett ez a szerú, tehát te is gyere nyugodtan játszani, hogyha gondolod, akkor írjál be, és akkor átküldjük a belépéshez a dolgokat, hogy hogy tudsz belépni. Nagyon Mert nem jó, csak most, hanem nagyon. akármikor be tudsz majd lépni. Petra is Rögtön mondja, hogy tudom. szia, Anna. Szia. Na jól van, akkor Még vegyünk már valami megnézem a gépeket, te meg nem tudom most, csezelet hogy állunk. kivételesen. Hogy nem tudom, hogy Hát úgy. Laci ezt te hogy csináltad, hogy van-e gépünk, vagy földünk, vagy semmi nincs, akkor... Semmi. Van 1.250.000 Hát akkor vegyél eurót. legalább egy földet, aztán Hát te meg... is meg tudod csinálni. Miért rátok hagytam? Laci Miért nálad rátok? amúgy megy a stream, vagy Annánál megy? Annánál biztos megy. Annánál. Annánál, Lacinál nem megy. Lacinál nem megy. Nagyon jó Most meg higany tudom. mozgású vagy. Na, de tényleg béreljünk akkor valamit. Hát Azt sem tudom, hogy itt hol a nem. bolt amúgy ezen a Hát a mapon. bolt Amúgy az. ti se tudjátok. Tudjátok? Aha. Fönt kell lennie. Érzed. Bejöttem. Vagy mondjuk majd megtudjuk, hogyha veszünk valamit. Ott van Nem a látom, hát mi vagyunk itt 29-es, középen. 29 föld Menjünk bal addig. oldal. Ja, itt egy Nézzünk bolt, körbe. jól van. Szia, Hát akkor Tász. úgy Én lenne is jó, én egy. szerintem valahol itt a bolt körül lenne a föld, nem? Olyan 11-es, vagy nem, vagy az lehet, hogy sok pénz, akkor 20... Ott a 29-es Ah, az 29, 58 ezer. 30, 31, tehát valahol, jaj, ott lehet, hogy ott jó lenne. Szia Hát akkor Zoli, szia azt Maros vedd Papi. meg. Na, Ajali. de várjál, azt hogy Vedd kell meg. megvenni? Elfelejtettem már, hogy kell itt földet venni. A Debregi úr vagy. Először is megnyomod az X-et. Ja, X-et, ja, azzal van itt a trükk, ja, X, és akkor azt mondom, hogy így rámegyünk, akkor ez mutatja, mennyi pénzünk van, mennyibe kerül, ez 58, ez fika pénz, érted, ezt úgy megvesszük, hogy meg lesz véve egy pillanat alatt, akkor 30-ast is megvesszük, mert az is csak 35 ezerbe Na, az kerül. jó. Szia, Maros papi. Megvesszük, ezt majd egybe is szántjuk szerintem, és Mindjárt 62 ezer még legelején. azt is megvesszük. Akkor van itt egy ilyen bolt mellett ilyen nagyobb területünk, és akkor jó, akkor most már gépeket kell venni, akkor mehetünk oda szerint. Hát ja, mik mehetünk oda. Megnézhetjük a földjeinket. Menjünk oda, jó? Nézzük meg a földeket, hogy egyáltalán mi van rajta. Jó, menjünk erre. Jó fele megyek? Nem biztos. De remélem, nem tudom. Jó fele? Nem jó fele megyek, gyerekek. A kutya minden itt, a másik irányba kell menni. Gyere, Anna! Anna picúr! Tele Anna! 5 percig sütjük a legjobb az egészben, legjobb. Maros Nem papi is tudom. üdvözöl mindenkit, üdvözli Annát, Lacit, Andrist, mindenkit. Mi is üdvözlünk. Miközben vagyok. És Hova mész, Dobrogi? Csak futok Maros utánad. papi küldte, bocsánat, nem, csetet olvastam. Maros papi mondja, hogy jó gazdálkodást nektek, küldte a lúcot, köszönjük szépen. Na, ezek Annyi, ilyen csak tipikus annyit magyaros, kell. nem? Tehát ezek a kettétört ilyen izék. Jó gyerekek, tiszta, És a ungari. kis patak itt. Na, srácok, Jaj, lehet jaj, jaj. szavazni. Be is Én ugrottam ma itt a ki vízbe. fogom hívni Andrist egy mortál játékra, hogy ezt lehet egymás ellen múltiba játszani. Vagy szerintetek ki fogja a másikat nagyon elverni? Ez betakarításra Lehet szavazni. kész. Mindegyik szerint. Búza. Cukorrépa. Az öröm. És burgonya. Kolompér. Jó, hát valahogy betakarítjuk. Akkor is, de azért, na. Jó Hát az. bére. A izjel cukorrépáz, meg krumpli, az csak bére. Fogadjunk, hogy mindig lett volna kedvetek beugrani egy ilyenbe, sose ugrottatok be. Na most már Én már be. megcsináltam annó. Aha. Te ugrottál? Ja, várjál már, ez itt Simán. milyen izé Szia, ez? Zsolt! Nem is Mi a lehet itt helyzet? átmenni. Jó, hogy itt vettük meg a földet, amúgy a bolt mellett, ezt nem lehet átmenni a bolthoz. Miért? Itt a Hát bolt. vagy, szia Losan, szia Lacika, szia Home Prime. Itt a hidacska.
Na, Benny, tiszta Magyarország, tényleg nagyon állatú. Nagyon jól néz ki. Na, ti hogy mentek oda át? Itt a hidacska, és itt... Hidas németinél? Uh-huh. Gondolom automatikusan nyílt. Nem jön fele, megyek. Én basszus, hogy el vagyok tévedve itt. A felfele, a lefele. Na, de ezek a megtört ilyen izéket, hát nagyon állat, tehát tényleg így, igen, fokhíjas. Tehát ezt már itt kivitte egyszer Józsi bácsi részegen, a többit az csak Pista ment neki, az csak azért olyan, fú, ez a magyar map, ez mennyire durva. Én biztos, ezek az árkok mérnek még itt. Ti oda hogy mentetek be amúgy? Átugrott. Jó, de és hogy jövünk ki onnan? Vagy mi ez a bolt ilyen? Hát gondolom, hogy ha traktorral mész, akkor kinyílik. Akkor kinyílik? Na jó, hát nézzük meg. Kapás. Nem kapásozunk, nem érünk rá. Na, és akkor, hát nézzünk valami, mondjuk, hát nem tudom hány traktort vagyunk, ez is egy jó kérdés, de... Kis traktor, okay. Kis traktor, nem nagy traktor, hát ne vegyünk olyan nagyon kicsit, de... De nagyon nagy, inkább ne a traktorral kezdjük szerintem, hanem nézni kéne valami kis hát egy sima kombájn az kéne. Vagy csak béreljünk mindig, és akkor nem hiszem, hát csak hát kéne. Amit tudunk, azt megveszünk, nem tudunk megvenni, azt bér. Talán meg majd úgyis miért lesz minden is. Róla már beesett. Lehet, hogy majd valamilyen közepes. De közepes traktorok azok... Itt hát megy mondjuk, a vonat. Azok mennyi lóerős, egy ilyen 125. Tehát ez egy lópikula ahhoz képest, hogy azért milyen... ja, lehet, hogy a szomszéd némi tiplügyben. Hát majdnem, az most nem, ez szomszéd bácsi voltam. Jó, hát nem tudom, mindegy, nézzünk. Ott a nagy traktornál a John Dane. Csak 230. De várjál, mindegy, először ilyen betakarítógépet nézzünk már, azok a durva árak. Mondjuk, hogyha nézünk egy ilyen MF Activa, Laci, 200 ezer. Hát három, ez már, a következő John Deere az már nagyon drága, de mondjuk ezt a kis pirosat 200 ezer. 285 ezer, az még nem? Hát csak elfogy a kis zsetonunk hamar. 1 milliónk van, az el fog fogyni. Én szerintem erre az aktívára szerintem már rá lehet tenni egy kicsit nagyobb bajszot, meg mit tudom, aztán ezzel el leszünk szerintem. Hát csak vedd meg azt. Nézzük meg ezt. Én szerintem ehhez nézünk valami olyan... Ezt már lehet is menni. Ja, nem lehet még, mert még nem vettem hozzá időt. És akkor... Legyen cukor, eke... Ez nem. Helyen nem látom. Ja, arató szerkezetek. Két trollkodik. Ez volt az. Ez mekkora ez? Ez 7,6. Hát ennél nagyobbat kéne venni. Ez így nem jön. Azt hittem szoknyába. Nem. Hoppá. Nincs valami nagyobb. Nincs normálisabb. Ennek itt csak ilyen kis kombány. 7,6, hát mondjuk lehet, hogy jó az. Rendben, majd egyszer megkérjük, hogy jöjjön be hangba. Jó, ezt megnézzük, ezzel mit lehet külön csinálni. Mondjuk, jó, ezt szerintem ez jó lesz hozzá. Gyere azt üssel. Na és akkor viszont valaki már bel is pattanhat szerintem, és akkor ott van egy búzánk. Köszönöm szépen a követés. Szia, Delci autóvadász. Ugye ezt minden egyes új követőnek elmondom, hogy aki most követ be, 10 perces. Ja, ez így van. Én is ilyet állítottam a Twitch-en, de nem itt. Na, akkor ez meg volt. Akkor kéne vegyünk valami, tényleg kéne valami kis trakit vegyünk. Anna, tiéd a kombány. Kombájnnal már el lehet, igen, azt már fel lehet csatolni, és akkor el lehet kezdeni, meg addig még nézzünk, csak akkor nézzünk traktort. Mennyi pénzünk van, majd mindjárt megnézzük. Hát várjál, mert van egy közepes traktor, ja, nagy traktor, vegyünk nagy traktort, azt mondod? Igen, tehát... az első zöld, az... vagy nézd meg az a első közepes. Zöld, az 270 lóerős, de hát az olyan nagyon kis, igen. Szia, autó. Várjál, és hogyha ez 288 a kék. Azért kíváncsi vagyok, hogy kinyílik-e neki az ajtó, vagy... Arra én is, meg hogy fogok én egyáltalán kifélni? Menjél el onnan, Döbrögi. Hát átmehet rajtam nyugodtan.
Veszünk ilyen kéket, jó? Nem akar kinyílni. Nyomjad neki. Nyílnek. És akkor még nézzünk valami kis pótot hozzá, mert aztán valamivel el kell hurcolni a dolgot. Ez még nem nyílik ki? Nem nyílik ki. Axa, nem tudok kimenni. Nem értek hozzá. Hogy nyitottad ki? Nem tudom. De nem férek ki, hallod-e? Hát te le kell venni a fejet, az traktorral kell kihúzni, vagy a hátára. Az hátul, igen, hátulra rá tudod csatlakoztatni, vagy úgy egy kicsit úgy oldalt mész neki, és akkor úgy... Vagyatok, már nem találom, hogy hol van a kapu. Köszönöm szépen a követést. Elpróbálom. Miért nem látom? Laci, miért nem látom a valamilyen kis, hát olyan kis utánfutó, vagy nem tudom, hogy minek mondják. Hát, valaki most, ja, Emily most csatlakozik. Szia, Niklisi Lánd. Hát, ilyen kattints a kapura, azt mondja Tóth Dávid. Lehet, hogy úgy. Mit nem szóval, lát? Szóval nem talál, hát vettem egy traktor, de ugye kéne valami kis valami, hát amivel el... Hát ott a pótkocsik a leges. Az ja, ugye ez a pótkocsiból. Ó, úgy érik. Vak vagyok. Vakvarjúcska. 25, 35. Ez mennyit bír el? Ez 31 000. 21, 31. Lehet viszünk egy ilyen sárgát, én szerintem ezzel szerintem viszünk egy ilyet, hát ha jó hozzá, vagy nem. Nézd meg, Laci. Axel vásárolt és beakadt a játék. Ah, megjött. Nézd meg azt. Na, itt van. Itt vannak a kis drágaságok, látjátok, csak ezeket nem lehet használni, de ezek egy jó kis korabeli. Ezek még kabriók voltak, látjátok? Tehát ezek még ilyen divatoztak annak idején, kabriók. Az úgy működik? Hát csak jó, annak jónak kell legyen hozzá. Ezt nem akarod elvinni hozzá, anyukám? Azt mondta, Kossi, jöjjek így ki. Kiskám. De ki kell tolni neki, vagy nem? Nem, hát azt... Na, jó, gyere már. Gyere, add ide. Add ide, megmutatom, hogy kell kivinni innen. Na mennyi? Nem, egy kicsit is régen ki lehet azért. Jó, nem ment. Várna. Nem ment. Röhögjük rajta. Régi öreget, TSS traktoros volt, vagyok. Ittam is egy kicsit a kocsmába munka előtt, aztán sikerülni fog. Híres utolsó mondatok, ha majd én megmutatom, hogy sikerül. Ja, majd be fogom dobni persze. Ezt be fogjuk állítani. Megjött egy Emily. Petra kerék. Natalina, a Spinky. Befejtettem mondani, hogy beállítottam a... Nem, hát van egy, van olyan, hogy Katalin, ugye ővel lehet, szoktunk eltérsezni. Igen, de az nem... És lehet, hogy igazuk lesz, hogy tényleg nem tudom így kivinni. Mit nem fogod kivinni? Pedig ki akarom mindenképpen. Másfélszer akkora az egész. Igen, de én máshogy gondoltam, hogy majd én, hogy majd én kiviszem, de így nem viszem. Akkor várjatok, akkor ezt a hátuljára fogom... Nem igaz, hogy nem lehet kivinni. Ezt valahova tudja, hogy rá lehet csatolni. Ezt tudja, hogy ki lehet húzni. Megnézem már, hogy a... Várjátok, nem is erre. Nem tudom, melyik oldal. Ez nem lehet. Csak tolt ki. Próbáld meg kitúlni oda. Vagy várjátok, megpróbálom háttal. Háttal szerintem úgy fog ez kanyarodni, várján. Nézd már, hogy előtte. Egy picit. Hopp, ez így nem lett. Jó, úgy kicsit rövidre vettük a dolgot. Úgy fogom kihozni, hogy megőrültök. Figyeljetek ide. Figyeljétek? Figyeljétek, hogy hoztam ki? Na így. Láttuk. Láttad, anya? Na tessék, átadom. A búzát, légy szíves, Anna. Anna, a búzát. Hol itt a búza? Az egyik föld, majd várj, csak megnézzük már, mert... Hát ugye itt van nekünk egy olyanunk, hogy ez... 31-es. Ez burgonya. Igen, és burgonya után nem tudom micsoda, és akkor azután... Az után levő. A burgonya után... Cukorrépa, az ja, után pedig búza.
Az évek, ja, a meg a... Igen. Évek. Szia Csabi, köszi szépen. Ó, azért, azért Csabikám, azért nagyon rutinos vagy, mert most már nem... most megelőztél. Én köszönöm szépen, jól vagyok. És te hogy vagy, Doki? Mert valamiért... Hát egyébként kéne Szilárd tényleg, csak de így valahogy aztán kijött. Szia Pisti. Kett meg ott van a burgonya. Ja, de ezt csak bérelted, gondolom. Persze, hát hogyan. Szia vendő. Hát még egyet lehetne esetleg bérelni, hogy vagy pedig Emily lehet, hogy elvállalhat-e valami külső munkát, hogyha gondolja. Emily, te meg, ha gondolod, vállalj el egy külső munkát, aztán... De úgy, hogy bérjük. Beléptél már a gazdaságba? Be. Mindjárt. Előbb léptek. Nem, hogy álljátok ma odaigazdja. Hát, még most látod, hogy most kezdtük, Szilárd, még teljesen ilyen izék vagyunk még. Azt se tudjuk, mi hol van. Majd később lehet, mert ugye most ez egy szerver lett bérelve, tehát lehet, hogy lehetne majd igen később, csak most még nagyon... kis izékben vagyunk, kezdetlegesen. 10 fő is a szemú egyébként. A kombája ne az úton menjél. Hát hol? Saját, hanem a földön. Ó, hát nem. Lehet, hogy nem nyomjuk forgalmat, állítottál be, lehet nincs is forgalom, akkor mehet bárhol. Nincs forgalom. Hát akkor meg mehetsz bárhol, ahol elférsz. De hiába megy a kerítést. Én már neki mentem a kerítést. Nem a miénk. Jó, de rosszul lehet ezzel kanyarodni. Akkor tárgy a kölcsönzése, ugye? Igen, és akkor... Megint jól egy kölcsönöl egy gyerekes. Semmi, csak kölcsönzötteim. Én nyomom közben itt a satupéket, mert olyanokra csúszkálok, de vannak egy kisebb lagú. Igen, mert amikor vásárolunk... Igen, csak közben... Akkor megvárom még abban. Nekem üzenet, de én ezt szerintem telefonom, milyen kinyomom. Ja, igen. Jó. És a telefonomat ezt úgy csinálom, hogy akkor mindig leszoktam... repülőgép üzemmódozni. Na. Elvileg beindult. Jó, hát ezek ilyen bónuszizék, ugye megvettük a földet, aztán már volt rajta termés, úgyhogy ezeket... Hú, ezt utálom a legjobb. Mi vagy meg Andrés, tegnap este én is bealudtam a mesén. Nem lehetettem. Andrés, hogyha van kedve, gyere be játszani. El kéne neki küldeni a linket, ahol le tudod. Hát jó, de hogyha van kedve, de... Hogy sem kellene ilyen fordulni. Háttal menj. Hú, nem is tudom azt, hogy kéne. Hát, hogy mindenki itt körbe-körbe inkább, mert ezzel a nagy dücökkel forgolódni, az nem egyszerű. Óvatosan ott a pataknak bele ne. Látom. Hát nem tudom mi lesz, de hogy sült krumpli lesz vacsorára, az biztos. Lesz egy csomó krumplink. Látod, Axel ezért volt olcsó a föld. Ja. Axel az a tiszta haszon. Ja. Én vagyok a haszon gyerek most. Szia, Vervoi Zoli. Annálnál megy még a stream, érdemes nézni, mit ügyeskedik a kicsi drága, mert ott már elkezdett aratni. Jó. Arat a halál. Ja nem. Micsoda? Hát sem viccet. Hallottam. Cicillem. Vigyázzunk kell, mert beszólok, aztán állhatok a szőnyek szélén. Fú, gyűjjjj. Most sem tudom tényleg, hogy kéne. Na az, ami marad, kimarad, azt majd még visszajövünk érte. Fú, de rossz vezetni ezt. Mindig utáltam ezt a burgonya betakarítást. Szia, Home Prime, letelt a 10 perc, jó. És ráadásul olyan gyorsan, ráadásul olyan piszok gyorsan meg is telik, úgyhogy szerintem Laci az enyémet fogja elvinni leghamarabb. Majd nézd már meg addig, Laci, hogy hova kéne a burgonyát elvigyed, mert ezt hamarosan igen, megtelik és öntöm át hozzád. Ma megtelt? Hát még nem, de 57%-on vagyok, úgyhogy hamarosan, ja. Hát rá tudok menni. Sajnos, Hunprány, muszáj voltam beállítani ezt a 10 perces. Nem mérges már, Petra. Amúgy sem volt mérges csak. Picit már nyarjunk. Sok troll bejött a múltkor is, és most már azt is leszettem, hogy elvileg nem látszódik a live-ba, hogy ki követ be. De a hangjelzés jön, ugye? Meg látom is. De muszáj voltunk azt is leszedni, mert...
Hűha. Nagyon szépen köszönöm a követést. Zolinak. Ugye pont azért kell levennem, mert ugye amikor bejönnek ezek a trollok, és akkor több fajta trollok. Na, leim ide, azt kitolom neked az út. Csak egy kicsit olyan oldal. Egy kicsit olyan néz ki a live-okon, ha visszanézed. Dr. Csaba üdvözöl mindenkit. Mi is üdvözöljük. Hálló, Csabi. Jól van. 90%-os vagyok. Ott van a és nagyon bénán csinálom, de... Itt annyira rossz fordulódni. Hát ez rossz, igen, itt... Majd egybe szántjuk az egészet, és egybe csinálom majd valami nagy földet, akkor már nem kell ennyit forgolódni benne. És nem burgonyát fogunk ültetni, az is valószínű. Na, nagyon nehéz, ja, én megállhatnál. Kösz, köszi, hogy nekem jöttél. Nem szándékos, csak magasabb pótot vettél, mint amiben... Dehogy most magas. Maradj úgy. Dehogy magas. Na. Maradj úgy, mert így állok. Én állok. És most muszáj vagyok így csinálni, mert itt nem tudok úgy forgalódni, hogy visszatolatok, és akkor úgy. Jó lesz. Megnézted, hova vigyed? Ja, nézegettem. Wild Worm. Micsoda, rájtok, még közben olvasok. Nem jó, valami nem jó lesz, mert nem csoda. Most nekem távolabb van a másodlagos. Várjál, maradjál, hogy nem adok el. Értem onni. Ezt én is értem, de Dem Games, hogy mint. Ja, kész. Hát még 30%. Hát jó, hát nekem 100 volt, én ezt nem tudok valami csinálni. Múltkor volt az esti LTS-ünk, kb. Egy hete. Akkor betámadtak engem ilyen follow botok. Elértünk 3000 követőhöz. Szóval... Ugye ott én is akkor annyit tudtam csinálni, hogy Red Pill is írt a nevembe a supportnak. De én is jeleztem a support fele, hogy történt egy ilyen dolog. Mire hallottam olyat is, hogy letörölhetik, hogy letilthatják a streamet. Az ilyenek véget, de hallottam olyat, hogy nem, és inkább írtam a supportnak. De visszajelzés nem jött, még itt vagyunk. De kétségbe se vagyok esve, mert ha vetne itt valamiért bannolnának, akkor átmegyek YouTube-ra. Hát meg egyébként nem olyan régen kezdted, legalább legfeljebb újra kezdett. Igen, még mindig megvannak a follow-ok, ugyanúgy kijelzi nekem, hogy 3000 követőm van. Most jelenleg 3000 követő és 6000 megtekintésnél jár. Mondjuk az legalább valós. Hát igen. Majd egy idő után a Twitch úgyis át fogja nézni a follow-okat, és amit nem valós, az szerintem azokat le fogja venni. Hát igen, meg valójában a Twitch máshogy nézi, mert a YouTube-nál ott a feliratkozó szám is lényeges, de a Twitch-nél ott viszont ugye azt nézi az előrehaladás tekintetében, hogy mennyi az átlag nézőknek a száma, tehát ő nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mennyi követő van, mert nem az a, hát végülis az úgy logikus is igazából, tehát nem azzal Szia foglalkozik. Szia Game Boy Jack! És olyan értelemben szerintem ezért is mindegy, mert ott azt nézik inkább a Twitch-nél, hogy mennyi az átlag néző, és az átlag nézők számának kell először 3-at elérni, aztán nem tudom, a végül 75-öt. Nem tudom, hát én most elég sok dolgot teljesítettem azzal, hogy a múltkor engem belédeltek, ugye ketten is. Akkor volt ilyen 218 nézőszámom. Szóval azzal sok mindent feloldottam, szóval reménykedek abban, hogy nem lesz olyan, hogy letiltanak. Ami most nézem, gyerekek, 26-an vagyunk itt, legalábbis a telefonom 26 főt mutat, a Streamlabs csatám az csak 25-öt. Én 27-et le. Na, mindenütt máshogy. Jaj, tesód volt? Kressz. De majd lehet, hogy be is fogok állítani egy botot. Majd szerintem, hogy ez learatik, én addig kicsit lefogok tálcát, és akkor beírok egy parancsot, hogy ha jönnek követők, akkor ezt majd a moderátorokat megkérem, amikor hallják a követői hangot, akkor gyors a chatre. Szerintem még ezek is itt, nem tudom, még itt a szélén, de ja, ezek is még egyébként adnak itt százalékot ilyen kis... Na, állj meg úgy! Valami. Még 76% vagyok. De mindjárt még... Anna nem sokára megtelik.
Ja, jó. Igen. Norbi, te azért tudtál, mivel hogy te eleve követőnk voltál. Most az új követőkről van szó, akik ugye, mint ahogy hallottad a jelzésből is, akkor hirtelen felirat, vagy bekövet valaki, azoknak szól. Ez körülbelül egy pár napja állítottuk be, egy 4-5 napja. De lehet, hogy le fogom így csökkenteni egy 5 percre, még meg látom. Hát ott nincs szerintem 5 perc, vagy 10 perc a legkisebb. Nem tudom, már lehet ott állítani szerintem. Én tudod, hogy nézegettük. Na ott a legvégén áttölthetjük. A sor legvégén. Sőt, 98-99, akkor át is töltetett. Haladjatok, mert 81%-on vagyok. Ott meg el kell vinnem akkor. Nem baj, elviszi. Én meg megnézem már, hogy hol hát is adnak. Hát addig meg megállok. Melyik a burgonya? Ez is egy jó kérdés. Addig mosolyog. Van szép üres hajaggal. Pályog udvari malom. Az nem hiszem, hogy ez burgonya, bár nagyon úgy néz ki. De így szeretnél ilyen hajat, ugye? Nem hiszem el, hogy az a malomba menne. Na ne. Na. Simogatni? Persze. Szia, Lackó! De várjátok csak, mert azt viszont, hogy is, hol is látjuk. Itt kéne, hogy lássuk ezek. Ja, de csak ez a burgonya. És miért a malomba viszik a burgonyát? Beszorult elég. Pályaudvarra viszont. Igen, hát csak oda az egy helyre lehet vinni, azt néztem. De ide is voltam állítani, most csak ide fogom beállítani Gelle. Miért a malomba viszik a burgonyát? Vagy egy parancsként. Még annyi, hogyha tudom, akkor átállítom azt, hogy sírjúban adjak itt. Burgonyalis. Köszönöm szépen, Lackó. És akkor, tudom. Mert most nem az, megy, hogy mire... Mindig nem az le kéne, hogy állítsam itt a dolgokat. Ja. Ilyenek. Nem be tudom állítani. Azt meg nem akarjátok. Ez tipikus magyar föld. Direkt úgy van. Hát, na, én most fogok felromkodni akkor. Miért? Mit keres itt ez a nagy villanyoszlop? A magyarok ott hordják. Hát simán. Nem érdekel, simán. De húrva van. Simán. Toljuk. Hát lehet, hogy keményítő, de azért... Úgyhogy megkérdezed a magyar embert a burgonyára műt eszébe, szerintem a sült krumpli. Szerintem. Te hülye van megcsinálva, ez tényleg magyar. De hülye lehet irányítani ezt. Valamiért... Nem véletlenül nem szeretek én burgonyát betakarítani. Mint én itt megvárom majd a forromat. Kis keskeny az egész eleje, meg fú, lassan is halad. Igyekszek. Jó. Még egyelőre. Én addig beírok egy parancsot itt a Streamlabs chatbe. Szia, Vazovszki! Na, mi a jó híred? Adunk be egy újat. Annál megy a stream Twitch-en, aki szeretné megnézni, hogy mit művel. Fú, mit művel, ezt a melót. Ez halálos, ez a burgonyátakarítás. Azért hagytad rám. Hát az én csinálom a burgonyát, bocs. De másik térképe. Ja, hát azt te olyat vállaltál, amilyet akarsz, azt nem. Neked is elmondanám, hogy 10 percig nem tudsz. Mindenhol is ott vagyok. Ha kivárod, akkor hát tudsz végre írni. Hogy most írok ki ezt. Szia, Vidru! De szerinted mennyi van még ebből a két lelkű lányból hátra? Szerinted úgy? Te mit csatszolsz időbe? Mert itt van ez a kis Perna Hajder lány, ez úgy átvert engem tegnap. Gondoltam, hogy hát, ahogy elmondtátok, van még egy fél óra, aztán körülbelül 5 órát játszottam vele, és még mindig nincs vége. Tehát körülbelül mennyi van szerinted? Most rendeltem egy gamer bilencsőző tergényeket, a nyar. Nem azt javítjuk, fiam, visz. Gamer feladat, a gamer mikrofon. Gamer széket, már csak egy gép kell, és megvan a setupom. Ja, és pont géped nincs? Na, az jó. 7000 jönnek meg a cuccok. Jó. És tényleg, várjatok, nagy baj van.
Nagy baj, hát a botot nem indítottam el. Igazatok van. Tehát azért... Roham munkába lettünk ám itt beindítva. Nem én voltam. Roham munka volt. Uh-huh. Nem én volt. Nem, de eljátok megálltam, mert indítom a botot. Az tényleg annyira... Fú... Traktor halálába indultunk. Igazad van. Ártatlan vagy. Jó, és most elvileg, ja, és elvileg most már van bot, úgyhogy ja, működnek a bot parancsok most már. Tudom, Gerre, azt javítottam pont. Még van egy pár óra a végéig. Á, francba, hogy átvertetek? Én már múltkor is azt mondtam, hogy az jó vagy. Lehet, hogy csak egy fél órás lesz. Aztán lehet, hogy csak nevetsz, igaz? Uh-huh. Ártat. Na most így csináljuk, sírjak. Na jó, jó szórakozni, mi? Majd én is átverlek. Még nem tudom mivel, majd én is jó átverlek valamivel. Nem vagyok bosszúálló, csak nem felejtek. Jaj. 96%, Laci. Ó, hát egyszerre két ember. 97. Egyszerre két ember. Én vagyok a nyerő. Most nem, hogy Annát fogom kiürít. Nem mondhatom, nem vagyok százas, mert az vagyok. Ez gyerekek, aki megtervezte. Fú, keményen. Kegyetlen. Hát, nem álltott volna venni még egy ilyen traktort. Na, ez azt mondja, hogy szántást is, igen, azt is venni kell majd. Nem vettünk még olyasmit, igaz? Nem. Szia, Shadow! Hú, de rosszak ezek az utak. Zoli YouTube, szia! Mi a kétekedek, ha nem felejtek. Na megnézem már, hol is vagyunk most. Ja, erre fele futunk. Nézzétek, majd tudsz elrozik. Úgy szeretnél. Hát semmi, csak jöttem haverkodni. Hoztam neked vörös hagymát a tarisznyával, hogyha meg szeretnél reggelizni valamit, kipakolhatunk ide egy piknik. Jó. Jó, leterítünk egy plédet, aztán egy kis zsíros kenyér hagymával, aztán barátságosan böfögünk egymás felé. Menjünk, addig ugráljunk a víz. Barátság. Mindig Lacival van a baj, nem? Itt dolgozunk, azt Laci nem csinál semmit, ezzel van a baj. Én odaadom, nagyon szívesen hordhatod a termény. Menjünk, megfürdünk? Várjál már, jacuzzi, gyere vár vissza, jacuzzi. Várj, meg tudom nézni, te le tudtál googolni? Mivel googolsz? Hello! Control. Tényleg. Ó, oh. De jó. És nem fulladunk meg a víz alatt. Pedig benne vagyok. Tök jó, így átázott a ruhád, így jó, teljesen máshogy nézel ki. Na jó, nem. Na, köszi szépen, Csabi. Axel, kis gond. Tessék? Van egy kis gond. Na, beborultál valahol. Fölakadtam a szalakon. Izé, jaj, megyek. Csatold be, csatold vissza. Hát csináltam. Akkor vigyem a kombányt, leakasz szalak. Na, megtoljuk. Na, én azt hiszem, hogy venni hát, kéne valami... Gondolod, oda megyek vele. Hogy is van, egy fél milliónk, de venni kellene a talajlazítók közül valami normálisabbat, ami csak ez nem olyan normális, még ez 6 méter, ez 8 méter. Mennyire megpróbálok leszedni ez onnan. A nagy dücök, ez már 12 méter, de ez, nézzük. Még ezt le is 12 méter, róla, szerintem egy ilyet, ez mennyibe kerül? Ez 8, nem baj, de veszünk, mert szántani kell. Gyors lecsatolom róla. Én szerintem veszünk egy ilyet. Aztán mi kell nekünk még? Hú, hát viszont kellenek ilyen permetező cuccok is. Kérdezi a Zsolti, tusfürdőt hozzon? Jó lenne. Uh-huh. Törölközőt. Meg törölközőt is légy szíves. Várjál már.
furgonnal. Szerinted van? Még most kezdtük itt, most vesszük a mindent. Ja, itt nem is jó irányba jövök, fiam, ha szóljam arra. Látjuk, én meg... Látjuk már, mit keresek. Te amara, hát nem hiszem, hogy növény... Ja, ebben van a növényvédelem. Én szerintem 30 ezer... Egy táblába... Ez egy bevált kis dolog, ezt megvesszük. Hát lehet, hogy most egy először elég hátulra, és hát meg lehetne venni egy ilyet. Megoldottam. Na, akkor megyek, visszacsatolom magam. Én meg itt egy táblával verekedtem. Hát végülis most per pillanat még elég, ez majd később veszünk egy ilyet is. Akkor már tudunk azt is, akkor még kell nekünk, hát még ezzel is lehetett volna, mondjuk meszezni azt kellene. Csak úgy nézem, hogy elmenni. Látod annál, hogy kiköltek ezek, ugye lát? Igen. Ja. Na jó, azt majd meglátjuk. Viszont azért ettől függetlenül kéne még egy traktor, mert egy hát traktor szerintem kevés lesz. Mindenféleképp. Egy traktor az kevés lesz, csak az a kérdés, hogy egy másik traktor az lehet, hogy elég egy kisebb, mert ezzel a naggyal lehetne olyan dolgokat csinálni, és akkor viszont a kisebbel, meg egy, vagy egy közepes traktorral mondjuk lehetne permetezni, vagy szóval olyan kisebb munkákat csinálni, és azért az mégiscsak fele annyiba kerül, ugye, mert azt hiszem, hogy nézzük a nagy traktort, azt vettünk egy ilyet, ja, az 240 volt. Viszont a közepes traktor, az csak 100 körül van, és azért az mégiscsak kicsit barátságosan. Az igen, fogyik ám a pénzünk. $100 és 142. Megvegyük a John szarvast. Hát, az már többi az. Hát akkor John Deere-t vegyél. De várjál, viszont van a Stara, az ugyannyiba, sőt, kicsit kevesebbe kerül, mint a John Deere, viszont 180 lóerős, a John Deere meg 142. Én inkább egy ilyen narancsárga izét vennék helyette. Én azt mondom, 132 kiló. Én inkább ezt veszük. Nem ismerem. Nem ismerem, de megnézzük. Egyszer vásárol. Jaja. Nem, csak nekünk olyan jó vannak. Lehet, hogy majd később. Jó, majd később. Ezt megjegyzem, Sándor, de majd ez később szerintem, mert mit? Először. Már mondta, hogy miért vegyek, de legyen lőre. És egyáltalán bázisunk sincs, vagy van? Nincs. Vagy azt most... Hol fogjuk tartani a dolgainkat amúgy? Én nem tudom, venni kéne valamit, nem? Mindegy, az lesz majd a következő, hogy veszünk. Igen, mondjuk, figyeljetek, ezt tudjátok, mire van ez a sárga itt mellettem jobbra. Na most pont azzal lehetett volna kihúzni ezt a nagy bajuszt, amiről... Az az én bajusz, az én... Mi az a te bajuszod? Jó. Majdnem negyed órát. Szösszmötöltem, mire ki tudtam jönni. Jó, még a faluba is benn vagyok. Most adtam el a búzát. Súlyt is lehetett volna, mondjuk ennek lehet, hogy nem kell, mert ez ugye húzza. Megyek a krumplit éríteni. Hát, ha gyerekek, nincs nagy forgalom, akkor végül is tök mindegy. És ilyenkor mondom azt, hogy még jó, hogy nem látja egy-két ember a csetemet. Nem, ezt kifordatnád. És így, hogy mondtad, semmi. Így, hogy mondtad, így most már ránézünk. Semmit. Oda figyelünk, látunk. Igen. De azért azt nem tudom, észrevetted-e már, mert úgy szokott lenni, hogy amikor bemondod, hogy mennyi néződ van, akkor utána mindig csökkenni szokott. Persze. Nem vetted észre? De, az még direkt azért. Laci, te hogy állsz? Most ürítem a krum. Na végre, jó. Na végre már. Végre, majd adok én neked mindjárt olyat. Próbálj meg 2 kilométerre elvinni a krumplit, meg kiüríteni közben, és nem vettél még egy bót, mi? Hát azt nem vettünk még.
Hát majd valami kisebbet, de hát... Jó, hát ez most, most veszélyes, mert most annyi többféle dolgot termesztünk, de majd úgyis csak egyféle lesz, és akkor szerintem már nem lesz. A felkiáltóját követőt éljátok már bele, így szíves. Most de biztosan tudok meg veletek játszani. Jól van, Vazovszki, oké. Hát milyen megnézem én azt, Sándor? Nézzük meg. Mert telefonról is tudnám írni, mindegy. Na igen, hát csak ez, hát most azért sakkozunk a pénzzel, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy azért nem olyan egyszerű a kérdés. Pedig milyen sok pénz, és már mindet el... Hát igen, csak most erről beszélünk itt, szóval azért, na, nincs most egyáltalán olyan nagyon sok pénzünk. Úgyhogy, de majd később. Később úgy is lesz már mindenünk, csak hát ugye itt a játék legeleje az nem arról híres, hogy mindenünk lesz. Ja, hát többféleképpen lehet ezt a játékot kezdeni, de hát most Laci úgy csinálta, hogy pénzt adtak, és akkor abból kell, tehát nincs egy kezdő... Azért, mert szerveren nincs úgy, mint a... Tehát amikor így a gépportától kezdett, mint igen? Hogyha hostolsz, igen. De csak akkor tudsz, hogyha a hostolt játékot föltöltöd. Ja. Ja, hát, ja, ez is lehet. Na jó, az így mindegy, is, jó van, ez így, ja. Sok... Jaj, értem, hogy az négy kerik. Figyelek, Vazovszki. Olvastam, hogy majd tudsz velünk jönni. Szia, Viking! Szia, Viking! Jó, hát ez sok kis pici, ami marad, mert egyszerűen akarok már időt húzni, inkább majd visszamegyek azokért a végén. Inkább megyek. Megyek előre, néz. Szia, András! Ja, megint videósok videóznak egymás videóin. Ja, ja. Mondhatjuk így is. Ugye hát ketten streameljük, Anna van még, aki a másik járgány tolja. És hát a linkje az ott van a videó. Még van ilyen mérlegelős is. Van ez a régi fajta mérleget. Jelázsás. Igen. Jaj, de hát ki. Laci, ne állj rá, mert ki akar. 60%. Csak 100 kilóig mér. Ó, van. Hát én készen vagyok, fiúk. Megyek mindjárt ürítek, most pakolom ki a krumplit. Mert még Axelhez. Végül is ott... Hát várjál. Ja, lehetne kezdeni... Nem tudom, a te földet hogy áll, hogy azt, hogyha kiszállsz a traktorodból, a kombájnodból, és akkor megmutatja, hogy mi kell neki, hogy kell-e mész esetleg, vagy csak simán szántást igényel, vagy mit kéne vele csinálni. Ez is mit a felgyőzött? Ez komoly. Szóval kéne azt látnom. Hát van egy ilyen kis, várjál, átnézek hozzá, tehát ki kell, hogy szálljál belőle, akkor igen? Látod, és ráállsz a földedre. Mert ott mutatja, hogy kell neki trágya, vagy stb. Jobb alsó sarok. De jobb alsó sarok volt mutatja. Megrágyázott 0%. Jó, 0%. Jó, hát az világos, csak de ott szokta legalul írni például, hogy meszezés kellene neki, vagy nem. De azt még akkor nem írja. Jó, az akkor jó hír. Jó, hát viszont akkor lehetne majd, meg lehetne szántani azt a földet. Illetve hát szerintem majd egybe kéne az egészet. Egybe kéne szántsuk, az lenne a legjobb. De attól függetlenül lehetne, tehát megvettem már a talajlazító, csak mondjuk az a traktor nem biztos, hogy bírni fogja. Na, én 100-an vagyok, Laci. Jövő. Na, az a baj, hogy nem nagyon tudjuk, hogy hova tegyük le ezeket a dolgokat. Ez a nagy baj, pedig valahol... Nulla. Valahol keríteni kéne neki valami helyet. Hol nem tároljuk nem átmenetileg. Nem tudom, ez a füves ki? Rész itt milyen? Budet.
ki vannak vágva a fák. Mi lenne, ha ide tennénk? Itt ki vannak mondjuk vágva, nem tudunk a farönkök miatt szerintem. Ja, nem, ja meg árok is van, árok miatt se tudjuk, akkor oda nem tudjuk tenni. Hát ide nem. Jó, nem tudom, hogy hova tegyük le tárolni. Hát mondjuk... Nem tudom. És hogyha itt, nézd csak. A 11-es föld felett, azt mondja Sándor, hogy van hely. Nézzük meg a 11-es... Hát... Az körbe van kerítve. Az... Az lucerna van rajta, és körbe van kerítve. Ja, 11, ja itt van, pont. Opa. Beszorultam. Ahol te vagy, ott neked, Emily, neked ott balra, amit te látsz, tehát ott van egy igen, zöld rész. Igen, ez körbe van kerítve, szögesd ottta. Ja, akkor de nem lehet. És lucerna van rajta. Jó, hát ennyi majd, volt benne. Majd valahol keríteni kell valami helyet. Hát nincs forgalom, úgyhogy mindegy, de valahogy majd. Hogy ott a bolt, oké. Hú, hogy visszakerültem. Hát nem szánta szerintem. De én már készen vagyok. Hát a szántani, tudod? Ja, hát majd. Csak ahhoz lehet, hogy traktort kéne cseréljetek, mert a Laci, a te traktorod az nagyobb. És te, neked végül is mindegy lenne, hogy húzod, mert ott van az a kis sárga, az is 190 lóerő körüli. A kis citrom, vagy micsoda narancssárga. És akkor azzal viszont akkor lehetne utána szántani. Most tudja, nem kicsit traktort vettem a közep. Az közepes, és mondom 190 lóerő körüli, tehát nem olyan nagyon kicsi az. Már egyébként is közepes, de amúgy... Szerintem se fogom összeszedni. Most nem is akarom. Köszönöm szépen a követést. Az övé nagyobb. Mire mondod, Dad? Ja, hogy hát az a testrészén az biztos, hogy nagyobb, Dad. Tehát az nagyobb, mint az enyém, azt tudni. Nem is tudom? Hát semmi, csak beszélgetünk, Daddel. Férfias dolgokról beszélgetünk. Szóval kell vinni? Keleti... Mindjárt mondom. Keleti gabonnelle látok. Nem vagy teli, ugye? Ez teli van. 95%-om. Én meg most kezdtem a 25%-on mondjuk. Ez jó nagy. Hát igen, azután kezdődhet igazából főleg a játék, amikor ezt már letaroltuk, meg eladtuk, meg minden, mert utána lehet tényleg a saját munkánkat csinálni, hogy az legyen a földnek, amit mi szeretnénk. Ezzel gyerekek megfordulni, ez mekkora egy gyöcök egy valami. Ne siránkozzunk, de eléggé megvan az oka, hogy miért nem szeretjük ezt a munkát. Ugye? És azért ez még milyen a krumplit, hogy ezt így kézzel kéne kiszedni, meg letenni, mert amíg nem volt gép, akkor ez így ment. Hát volt fél falu oda ment. Hát jó, most is nyilván házilag úgy csinálják, mert azért egy ilyen gép is, hát megnézhetnénk, de iszonyat ára van, szóval. Ők nem úgy csinálják. Kiforgatják a földet, azt mennek, azt összeszedik. Na, megint itt vannak a németek. Mi? Yeah. Ott zuhanó bombázók voltak az előtt. Igen,
Valahogy úgy rá kéne erre kanyarodni, hogy jól legyen, de hát pont itt a víz. Ez a régi sárga templom. Ilyen bejártam. Igaz én? Bérmákon. Bérmákon. Iskolába kötelet. És aki nem ment be, nagyon várt. És nem bukták ki. Már akkoriban még a tanárnak mi volt fegyelmezésért. A mai fiatalok nem tudják. Igen, jó volt, amikor a favonázóval ujjait hegyétet. Jó, de ez már az én gyerekkoromban is megváltozott, mert bejöttek a műanyag vonalzók. Azt arra emlékszem, hogy volt, amikor én is műanyag vonalzón volt, az a kis ilyen nagyon törékeny, ilyen nagyon vékony, és akkor a tanár egyszer, emlékszem, hogy elkérte a vonalzómat, hogy valakinek adjon egy körmöst, ezt eltörte a kezén a vonalzómat, és akkor hát elnézést kért, és akkor másnap hozott nekem, vett egy vonalzót, másikat, mert az én vonalzómat eltörte. Úgyhogy vége lett, mert a fa vonalzó az örök élet volt, de hát azért ezek már... Tűrűrűrűrű. Ja, szép az éle. 99, Laci. Én már nem értem ezt a... Ott van a pót, bele tudod önteni. Be is öntöm. Másik oldal. És akkor azt hiszem, hogy az lesz, hogy... Már utána csak a kis nagyon keveset fejt összeszedni. Na-na-na, nyo-nyo-nyo, nyo-nyo-nyo. Jó lesz az. Na és már itt lesz a szép mulatság. Jaj, de ügyes az Anna. Aha, majd most... Nő létedre azért meg kell, hogy nem tudja elég. Igen? Igen. De ez olyan lekicsinlő volt a női társadalom, azt hiszem, hogy nő létedre. Hát miért? Mutass olyan nőket, akik tudnak szántani traktorra. Hát biztos vannak. Hát nem sok. Hát jó, azért már nem ismerek egyet. Én mondjuk férfit se ismerek, aki szánt, de biztos... Én ismerek. Na, én még kicsi koromban ültem, igazi kicsi torom. Á, jó is. És mit kerestél te koromban? Mivel nem tudom hátra vinni a kamerát, mert ez a monitorra van fölrakva. Jaj. Ezt a kis picit nem sikerül összeszedni. Annál nálad is. Nem? Vagy az nem is az? Micsoda? Vagy az ott mi? Nem tudom, az biztos nem is az. Van még egy szelepszó. Nálad is búza volt. Igen. Ott van, mi mindig a kombányban. Na, hogy nekem gyere. Imi bácsi. Szándékoztam. Gombora leszek. Ó, az hogy maradt ott? Ja, már mint amakamera. Ja. Úgy mond nekem, hogy játék. De hogy? Hát most mentem rajta keresztül. Néha olyan, hogy keresztül megyek és kinő újra, meg ilyen fú, olyan dolgokat csinálni. Hogy a kamera nézett, hanem... Na jó. Én most szántok először akkor a nagy Debella állattal. Fogadjuk most a szemület. Leszek. Megnézem már Annát, mit csinál. Nagy Debella állat, és tudja húzni a traktor? Persze. Igen? A jó traktort vettünk? Tudja húzni? Ó, oh, szuper. Debella állattal itt jó kínlódni. Ó, hát aztán húzzad, aztán mikor az a lényeg, hogy átszínezi az egészet olyanná, és aztán lesz jó. Nem azzal van itt az. Hát tudod, mikor volt csak ez? Az a baj, Exe, hogy emide is ott van a víz. Majdnem belecsúsztam. Ez azért nem olyan jó volt. Vizét nem tudom leszedni ott. Hol van víz? Nem itt, hanem a marra indulik. A másik? Igen. Ez már még itt van.
Maradt-e itt ki valami, de lehet, hogy nem. Hát szerintem nem maradt itt. Úgy itt nem most tudom, milyen terv is van mellettünk, arra is próbálok odafigyelni, hogy nehogy átmenjek. Jó, azzal nem foglalkozunk. Kicsit nem adom, nagy meg nem számít. Jól van. Laci, hozok még egy nagyon keveset, aztán vége a burgonyának. Hagyjál egy kicsit vacsorára, jó? Jó. Nézd meg, hogy avval-e a cukorrépát tudod-e. Burgonyával nem csak a saját. Hát biztos nem vagy. Rányomom, de... Rányomom, de biztos nem, nézd meg. Akkor bérelj, ezt adjátok vissza, és béreljetek a cukorrépát. És fentakadtam a kerültést, nem? Aztán le is adtad. Aha. Tudsz bérelni másik meg. Azt nem tudom, Laci, mert garázs, hát, ugye? És akkor viszont, hogyha... Úgyhogy jó legyen. Abba a hülye táblákba, itt miért nem átjár? Vágytok már nekünk, nézd meg a garázs. És van olyan, hogy nagy gabonasiló, meg csirke, meg... Ez hol van ez? Valahol van? Valahol van nekünk? Középen a 4-es, 5-ös, 6-os előtt. Ezt se vásároltál? Itt a házunk. Most nem. Nem, elfogadtam egyik. Ja? Nem. Szia, Csigusz! Igen, hát én most végig először ezen a mappozóval. Ja, hogy ott vigyem, jó. Én azt tudom, hogy itt mind, hogy mind, amiben lehet akadni. Mik a milyen? Jó, szóval ezek vannak, de viszont hol vannak a, vagy várjál, bérelt eszközök, várjál, iszlőt mutatja, bocs. És akkor ezt pedig, ezt kéne visszatérés, azt kéne rányomni. Cukor, ja, visszatérés. Jó. Jó, viszont most jön az, hogy én szerintem nézzünk valami ekét, bérlünk. 14 ezer, mert ezt egybe szántjuk a földeket. Hát 14 ezer, akár meg is vehetjük, már lehet, hogy néha kell. Hát, nem lenne most... itt a cukorrép, akkor már azon is átmehetnék ennyire. Abszel, ott van szabadon. Nézzük csak... Mi van szabadon? Abszel. A cukorrép. Hát már csak azt kérem betermelni. Vagy akkor először nézzünk egy cukorrépa. Szerintem igen. Hát addig úgy... Mi? Csete, se azonnal nem fog tovább haladni. Na jó, akkor nézzük azt. Cukorépa, technológia, jó, jó kis ára van. Nem veszünk ilyet, de rányunk egy béretet. Kezdeti, de 19 ezerért béreljük. Tehát igen. Szerinted megéri? Hát annyit nem kapunk azért a cukorrépáért, amit ott betakarítunk. Hát nem éri meg az egész. Akkor szánts. Hát de szerinted megéri? Nem kapunk annyit. Hát szerintem ezzel a krumplire se kaptunk annyit. 29 ezer volt. Én nekem most lépnem kell, jó? Mert közben lezárom a live-ot, mert megjöttek a vendégek, majd beszélünk, jó? Hát ez az, hogy az is 25 ezer volt. Nem kaptunk annyit a burgonyáért, Laci, mint amit. Hát szerintem ez tök felesleges. Szánthatjuk az egészet be a fenébe. Akkor szánt. Hát nem, azért csak nem éri meg. Hát nem, ez borzasztó drága. De szerintem igen. Nem tudok szerintem. Na jól van, srácok, én viszont akkor most elköszönök. Na, majd köszi Anna. Köszi Anna, hogy itt voltál. További szép. Villám Annát látták, hallották. Igen. Sziasztok. Yeah. Hello. Jó, én akkor viszont nézünk egy mélyekét. Ezt viszont, hát én azt mondom, hogy vegyük meg, az nem baj az, hogyha van, ez néha kell. Vagy mégsem. Hát azért nagy, mert 14.700, ezért még ez csak 714, rányomjuk, hogy béreljük. Béreljük a kutyába, a kutya fülét nekik. Nem adunk nekik, nem vesszük meg. Jó, és akkor viszont van egy szabad traktor, szerintetek? Ott van annál éppen. Meg a micsodában is van egy traktor. Jó, abban majd mindjárt megyek után. Ja, ez de nem az. Akkor az kell annál neked. Jó, ezt még akkor lehet megcsinálom az Annáét, amit itt hagyott. Na, lehet, hogy kell
Meg akkor cukorrépát, vagy a ízét, a száncs. Ó, de jó, tényleg itt van. Erről beszélt Anna, hogy itt van egy villanyoszlop a föld közepén. A világ közepén. Jó, gyorsan haladunk, 6-tal megyünk. Pedig ez a nagy traktor, elvileg. És gyakorlatilag is ez a nagy traktor. Ja, ott emelkedő mentünk felfele. Ja, hogy van egy ilyen hupli benne. Nem mindegy, hogy hogy megyünk. Huplikáim. Tényleg szokni kell ezt a nagy izét, amit húzunk. Inkább azt kell megszoktam, hogy ilyen kicsik a föld. Azért mondtam, hogy egybe szántjuk, és akkor utána már sokkal könnyebb lesz vele bánni, mert akkor ráállunk, és akkor csak egyfajta dolgot termesztünk, akkor utána már szerintem könnyebb lesz. Hát ezt itt mind a sarkokat mind egybe szántom én úgy, mint a húzat. Úgy egybe szántjuk, anyukám, majd meglátod. Igen, Annának most, hát Annánál ugye szülinapi köszöntések vannak még mindig, mert a héten volt a szülinapja. És még mindig, hát ugye vannak akik vendégek előtte mentek pár nappal, ugye, tehát múlt hétvégén, meg vannak akik most hétvégén mennek, és akkor így ezzel így elmegy így a kis idő. És hát ugye vendégek, család az első, meg a vendégek, meg minden. Úgyhogy aztán... Nem tudom, ezt a villanyoszlopot is beszántsam szerinted? Nem tudom, mennyire örülnének. Mondjuk itt legalább látszik, hogy a zöld területre oda nem megyünk, aztán így szerintem végülis nem, nincs annyira nagyon borzasztóan útba. Meg lesz ez gyorsan én szerintem. Milyen napon volt nekem? Köszi, hát ilyen kis lájtos vasárnap. Úgyhogy nincsen semmi. Nézem, hogy 4 óra. Mikor kezdtük ezt olyan 3 körül, nem? Ja, igen, 1 órája csináljuk ezt. Jó, hát én azért még, mit tudom, 1 óra hosszát azért én még azért tervezek ebből, hogy el is haladjunk valamibe ezzel a kis magyar patakocskával vigyázni kell itt azért, hogy bele ne menjünk. Egyszerűen úgy elgondolkozunk, hogy átvágunk itt a földeken, aztán belezúgunk a kis patakba, azért ezzel ott oda kell figyelni. Én azon átmentem. Az is lehet, hogy át lehet rajta menni, hát még semmi sem biztos. Én is hát. Igen? Mert bátrak vagytok. Bátor ki a szerencse. Kettő is van. Mit csinálsz, Imi? Kukorica. Ott van egy... még egy fatarab is ott van, de jó. Egy kicsit rossz ezzel így manőverezni, de azért majd kialakul. Ott megy egy motorvonat. Ez a régi sárga. És Laci, te miót csinálsz? Motor. Laci bácsi. Most kötöm össze a két utánfutót, és hiszem föl Emilyhez. A... Most. Hogy a feladatot el tudja végezni. Ja, hogy ilyen munkát, amit elvállaltatok? Hát ő vállalt. Jó, de mindjárt részek. Szerintem mindjárt itt készen. Hát adjuk a többit is be kell szántani még. Csak többiben nincsen villanyoszlop szerintem.
Ez nem lehet felbírálni embert, hogy ott összeszedje nekünk a... Már nem olyan, nagyon pici ez a földterület, tehát abból a földből annyira kevés pénz jön neki, hogy azt én szerintem beszántjuk. Azt szerintem beszántjuk, mint a húzat. Ja, az lesz. Csak akkor én már ezt szerintem úgy fogom... Hát... Én szerintem ezt úgy fogom csinálni, hogy először is meg... Hát nem jó. Tehát én szerintem ezt bemély szántom itt a... Nézzéket, és akkor már utána egybe szántam itt az egészet. Már megdolgozzuk a kis drágát. És az a kapu, ez ja, most már nyitva van folyamatosan. Igen, no, de kiszállsz a traktorból. Hogy van ez? Ja, ezt lehet húzni. Hát csináljuk úgy, megnézzük. Ja, hogy amúgy is így néz ki. Nem is akartam én ezzel variálni. És amúgy a térképen, ott hol láttátok? Már valahol van egy silónk nekünk. Na, az nem a mi silónk, hanem meg tudjuk venni ezt a terület. De hát ott nézd meg, bemész a garázsba, és akkor ott van. Tehát bemész a... Itt vagyunk, itt van P betű, itt van egy garázs. Hát itt azok a birtokolt eszközök, igen, és akkor nézd meg, van még csirkénk is, meghalsz, nézd meg. Itt van egy marha legelő, még olyanunk is van, és ez van valahol, ez nem tudom, hogy hol, de valahol van. Meg nagy gabonasilónk is van. Ezek valahol vannak, bunkersiló. Szia Piro! Szia Gabesz! Tehát látod, ott vannak valahol, és ez tudja, itt van valahol a térképen letéve, csak nem tudjuk hol. Az nem az a TS volt amúgy, ahol kezdtük a játékot? Lehetséges. Mindjárt megnézem a térképet. Mi kéne vágni ezeket a fákat? Mert itt ezt is megtudnánk majd. Na jó, nem baj. Erre megyünk. Ja, ide. Én szerintem még... Ja, csak ezek fák itt. Aha, ez tuti fa, ez nem tudok rajta átmenni, hanem kipróbáljuk. Aha, ez itt fa, ezeket ki kéne vágni, nem fenébe. Akkor rajta, akkor csináljunk már még olyat, hogy... Várjunk, az melyikbe van? Nem jó, ez ebbe van? Nem, de itt van láncfűrészek. Veszünk egy kis láncfűrészt, jó, mindenkinek, hogy legyen. Ott. És akkor... De ott nézd csak, Axel, ott a többet 314 euróé most tudod tárolni a cuccaik középen, mert az csak 300. És az hol van? Hát ott a 9-10-11-el szemben. Hát ahol kezdtük. Ja, ez a benzinkút mélyszállomás ezen a részen igen. Valahol? Igen, ott bent, az már mi terület. Uh-huh. Hát ja. Jó, hát ez mindegy itt, hogy mennyire, ezt az egészet, ezt a fát is meg kell itt vágni, de most mindegy leteszed. Jó, ez ne izé, áll vagy mindegy, fordítsat, hogyha akarod. Egészség. Bocsánat. Akkor fordítsat, ha már nem fordítsuk vissza. Na, nem jó. Tedd vissza, akkor fordítsad. Ez az. Most tegyük. Megyünk már, miért nem csinálja? Mit kéne nekem nyomja? Nincs hozzáférésed ehhez a bőrthöz. Ja, de lehet, hogy azért, mert lehet, hogy ott vagyunk. Itt már kéne, hogy legyen. Nincs hozzáférésed. Nem a milyen. Micsoda? Ez a fa pont. Ja, hogy a fa, ja, az lehet, de itt nem tudok már ennek szántani. És azt nézem, hogy... Bekapcsoltad a ízét a földő átalakít? Ja, várjál, szóval kell bekapcsolni?
Z betűt? Ja, Z betűt megnyomtam, tényleg, jól van. Azt kerestem itt, hogy hol van itt Z betű. Ja, területre, korlá... Ja, ott van tényleg csak. Hát ez elég hülyén írta a nevét, jó? Oké. Okay. Jó, hát ezt ugye megvettük, ezt a három földet, ezt itt megpróbáljuk itt egybe szántjuk, hogy könnyebb legyen vele gazdálkodni. Mindegy az, hogyha most ez itt lényegtelen, hogyha még nem is úgy sikerül, de azért megpróbálom szépen csinálni majd, mert úgyis egybe szántjuk itt mindjárt az egészet. Jó lesz a szia, Nedi! Nincs ott a Magdi a jósnő elő. Jajajaj, itt megint egy fa van előttem, a kutya feljelten. Nem megadta a patok. Hát igen, csak nem tudtam teljesen végig sem menni a fa miatt. Jó, hát ez itt mindegy, mert úgyis kiegyenesítem, mert utána úgyis beszántjuk, csak akkor úgy csináljuk itt, hogy... Próbálom egyenesre, ha sikerül. Hogy lesz így ez egyenes? Nem akarom már, hogy kilógjon, mert hogy néz neki. Tesszük így. Tehát próbálom egyenesre, még egy kicsit arrébb mehettem volna. Na, még egy picit. Aha, majdnem nem jó. Jó, hát kb. Egyenes lett, azt hiszem. Ja. Lehet, hogy most megfordulok, ja, de az lenne a legjobb, és akkor visszamennék. Mindjárt nézem, leállunk itt egyenesbe. Ja, ez itt már nem olyan lényeges. Ugye ez már nem olyan lényeges, mert is egyben lesz úgyis szántva. Ja, Laci bácsi egészségére, hát mondja Csaba. Csaba doktorunk. Sajnálom. Hol van a cserfes lány? Hát itt volt eddig Anna, csak jöttek vendégek, mert neki még mindig ilyen szülinapi balhéi vannak, szülinapi köszöntésekre jönnek. Na, nézzük, meddig tudok én itt menni. Ja, itt akkor csak be fogom tudni szállni. Ja, itt csak itt ez a fa. Aha, a fával lesz egy kis probléma majd. Na jó, majd mindjárt meglátjuk. Ezt pedig valahogy ki kéne majd onnan vágni, ezt a fát. Pedig van is egy olyan dal, hogy ne vág ki minden fát, de mi ezt innen ki akarjuk. Ne vág. Hoppá, ott is van egy ilyen jó kis magyar korlát. Az nem fog tudni elmenni mellette. El fog? Hát lehet, hogy pont elmegyünk mellette. Hihi, nem bírtunk, fennakadunk. Jó. Majdnem jó lett. Volt benne egy kis csavar a végén. Jó, hát úgyis se tudunk ott nagyon más, hogy... szántam, vagy hát semmit, mert ott ez a korlátom, úgyhogy szerintem ez így maradt. Hát itt meg egy kicsit szerintem bekanyarulunk oda aztán. Még egész. Ott a másik én azt mondom, cukorépa hogy, és a... Jaj, ez így nem fog tudni kanyarodni. Majd átkanyarítjuk ezt, és majd úgy fogom kanyarodni. Szerintem majd megpróbálunk valahogy. Mindjárt figyelek, nem tudom, mit mondasz. Jó, egy kicsit. Ezt meg lehet, hogy kivisszük azért az útig. Ja, kipörgetjük azért az útig, hogy... Ha már egy kicsit szélesítettünk rajta. Az út, hát itt megy egy út. Kell nekünk az út, nem tudom.
Na úgy sem tud lehet. Jó, és akkor ezt a másik szélét is itt ugyanígy. Ajja. Ezt a szélét itt ugyanígy. Tedd le szépen, apa. Úgy. Úgyis ez a kell jönni még egyre, ezt egyszer. Lehet, hogy meg lehetett volna egyszerre is csinálni, de mondjuk. Már visszajövünk. Szia, Enigma! Szia, Enigma! Magdi nénivel jósoltatni? Hát én nem nagyon hiszek a jósokba, de... Jósoltassál te magadnak, Gabesz. Szevasz, GameTag! Ezt behúzzuk itt egyenesre, akkor először ott a szélét. Hát úgyse tudunk nagyon kijebb menni szerintem, mert ott víz van, úgyhogy marad ez. Na, körülbelül így, és akkor itt még visszamegyek, aztán már utána lehet is csinálni. Jajajaj, de jó, nem emeltem fel. Ilyet csináltál te is, Laci, nem? Én nem. De volt már ilyen, de, jól néz ki. Jó, direkt vigyázni akartam, hogy ne csinálják ilyet, tehát erre nem emeltem fel, aztán csak megcsináltam, jól van. Hát egy hülyén néz ki most már legalább. Émi lépte hány fel? Szerintem azt, én szerintem azt vissza lehet most csinálni. Most hűvítem máshogy gyere. Nem lehet visszacsinálni. Hát nem. Csak az első port még nincs. Lehet, hogy füvet vetünk oda. Akkor jó. És akkor azzal visszacsinálódik. Jó, az vicces volt. Szép lett. Hát majd még itt megpróbáljuk ezt egy kicsit körbe. Az első port az 95%-a. Ó, akkor még a másodikba is. Még üre. De akkor ezt szépen leakasztom, a Staxel folytatja a nagy trakt. Meg a sárgával nem olyan gyors. Ja, hogy hát cseréljünk persze. Hát nem, hát itt van, azt csinál. Ő leakasztom azt. Mert már kezdni úgy se kell. Hát, miért megcsináltad? Ezt még nem csináltad meg. Mit? Hát itt még körbe kéne ezeken menni. Ja, hogy... ja, értem, hogy mire gondolsz. Ezt fordítsuk is csak át. Átfordítsam, vagy ne fordítsam, lehet, hogy pont nem kellett volna. Lehet, hogy nem kellett volna pont át. Szia, Vera! Szia, Vera! Megszerint elvethetett hűvel, vagy boldogan a talajunkaknál megcsinálod, mert a bolt egy gyorsabb. Á, majd mindegy, azt majd megoldjuk, csak jó. Az a baj, hogy igen, tehát ezt itt nehéz, mert ha ezzel így belerondítunk utána, nehéz utána visszacsinálni. Na, tegyük le. Még itt le akarom ezt a kanyart vágni. Kicsit, hogy kicsit legyen nagyobb valahogy. Áramvonalasabb legyen a földünk egy kicsit. Aha, még most is húzom magam mögött közben. Mert... de úgyis meg kell, de lehet, hogy már nem kéne, hogy emelt fel. Hát mondjuk itt ezt a fánál már lehet, hogy úgy se tudnék vele nagyon mit csinálni. Szerintem már nem nagyon tudnék itt. Amíg itt egy nagyon picit itt leviszem itt a szélég. Ilyen sormintákat csinálok itt a földön. Jó, kb. Így. Hát ott már nem nagyon tudunk, ugye mit út van,
ott se, tehát gyakorlatilag itt már sehol nem tudunk semmit. Mondjuk ezt ki lehetne még, hát csak utána hogy fordulunk itt meg, úgyhogy szerintem hagyjuk. Szerinted csináljam még? Nem kell már szerintem itt sehol csinálni, igaz lesz? Szerintem nem. Hát azt nem tudom, szerintem hogy itt is milyen... Szerintem akarsz le a szekét, aztán betöltöd. Nem tudom milyen, hát itt még lehet, hogy egy nagyon picit, itt még lehet egy csíkot itt lehetne esetleg csinálni, itt, ahol most mentem. Ott még csinálunk egy csíkot. Én is az... Árkon bokron megyünk, ez tényleg magyar mondás. Árkon bokron keresztül. Ilyen azért máshol nem volt, más mapokon ennyi árok, de... Hát a Magyarországon ilyen? Hát jó, hát az egyébként ez is hasznos dolog az árok, nincs ezzel semmi baj. Biztos. Miért? Hát az víz elvezetésre szolgálatos, tehát amúgy úgy nem rossz, az jó az, ha van. Konkrétan most traktorral átmenni rajta nem olyan jó, de egyébként úgy jó, ha van. Jó, hát kb. Én azt mondom, hogy ezt le is akasztjuk, aztán visszaadjuk a tulajnak, nem kell ez. Ennyi volt. Ezük itt a garázs. Melyik volt, ami... nem bérelt eszközök ez volt. Ezt visszaadjuk, és akkor... Bang. Nem kell tovább. Jól van. Nackám, gondolod, odaadom, vagy cserélhetünk, vagy akár. Ne, gyere, leakasztom ezt. Akkor viszont, ha gondolod, azzal a trakival, mert megvettem én már a permetezőt, akkor lehetne trágyázni egyet, ha gondolod. És trágyát is? Hát azt nem vett, azt vegyél, amennyi kell neked. Töltsd fel, azt ott van már bent. Ha nem vettél trágyát? Hát vettem még, hát annyira a játék elején vagyunk, azt tudom hova megyünk, majd tényleg meg kéne nézni valami bázis helyet. Ma megvettem a bázist. Vagy igen? Ja, hogy azt, amit mondtál ott középen? Igen. Akkor igen. Jó, ezen is meg itt hopé, nem tudunk menni, toljuk neki. Jaj, fiatalember. Még kicsit belerondítottunk a korábbi szántásunkba, úgyhogy ezt még itt kiegyenesítjük. Úgyhogy, szia Gerle! Úgyhogy a dalos pacsirtánk már befejezte, de lesz ő majd még később, egész biztosan. Csak most vendégei jöttek. Igen, mert mondta, hogy mindenféleképp valami. És hát ne foglalkozz vele, Gerle, mert megnéztem, engem is letiltott, úgyhogy ne foglalkozz vele, már én már megszoktam. Sőt, engem is letiltott. Úgyhogy mi már megszoktuk ezt a dolgot, mert eddig is le voltunk tiltva, most csak volt egy boldog két hetünk, amíg nem voltunk letiltva, de most már újra le vagyunk, tehát pedig egy szót nem szóltam, semmi, tehát nem rosszalkottunk, semmi. Úgyhogy ez van, Gerle. Melyik volt a kék színű a műtrágya, ugye? Uh-huh. Piros meg igen, a ízé. Igen, igen. Ja, beállunk már rendesen. Ja, még ott is, jó. Hogy ki? Hát hogy ki? A régi széke? Felnak az ex. Ismeritek a dalt. A régi széke. Ha még nem vagy kész, azt mondtad, hogy abban a gyorsan felad. Nem biztos. Én jöttem. Egyáltalán nem biztos. Ahoj! Ho-ho! Nem megy, semmi nem megy, Laci. Hogy nem? Te húzzad, nyomjad neki. Hát húznám én.
Olyan szépen kapartam, mint a szél. Lehet, hogy gumikat is kéne ezen cserélni, gumikacsákat. Hát minket, igen. Minket leszokott. Minket letiltott, nem tudom miért, de ő tudja. Gerle, olyannyira egy rossz szót nem mondtam, hogy még csak semmit. Tehát, érted? Tehát, ez, hogy az ember mivel érdemli ki ezt, de már nem, tehát ezért is nem gondolkozom. Ő még kedves is volt. Hát Lacival még csak beszélt valamit, de velem semmit, tehát úgyhogy valójában nem tudom. Van. Hát na ez az, látod? Ki érti ezt? Én nem. Én csak ezért félek így, most, mert eddig is ez volt hónapok óta, és akkor most tényleg ettől az egy dolog miatt, hogy szóval félek így újra kapcsolatba kerülni úgy olyan valakivel, aki tudom, hogy mindig ez a vége, tehát hogy egyszerűen nem változik a világ, tehát egyszer mindig ez a vége, és az ember nem mond semmi rosszat, tehát nincs szó semmiről, tehát se egy vita, de még csak egy szó nem hangzott el, tehát olyan szinten semmi, és igazából ezért nem érti az ember, hogy ez hogy van, és már az ember el is jut odáig, hogy nem is akarja megérteni. Volt egy szép kérdésed, hogy ti amúgy kaptok ezért valami pénzt streamért ad. Micsoda? Ti kaptok valami pénzt ezért, hogy streamelt? Gondolom ezt a Tyler akkor... kérdezi? Hát miért kapnánk, vagy nem tudom mire gondolsz, honnan kapnék? Hát úgy direkt attól nem, de hát viszont vannak játékostársak, nézők, ők tőlük én is kapok most akár donétet, vagy éppen kapok játékokat, hogy itt van például a Kostyálcival kell együtt játszom, és ő is, őtőle kaptam például ezt a farmingot. Tehát, és akkor tudunk együtt játszani, tehát hogy úgyhogy ilyen értelemben, de Laci is szokott streamelni. Éppen most nem streamel, tehát hát most van reklámokból is jöhetnek bevételek, de én például kikapcsoltam a reklámokat, mert nem akarom szivatni a saját nézőimet azzal, hogy reklámokat kell nézzenek, tehát szóval így ilyen értelemben ez az én saját döntésem. És hát nekik nyilván nem mindegy, mert ha van egy 100 000 feliratkozós valaki, az annak nyilván már megkeresik cégek, szponzorálás céljából, hogy mutass be ezt, azt, amazt, egy kólát, vagy egy bármit, és akkor azért pénzt kap. Szóval vannak különféle formái, de nyilván minél nagyobb a tábor, annál inkább van ilyen. Tehát vannak, akik már megélnek belőle nyilvánvalóan, de hát az egy kisebbség valójában. Tehát mindenki, én tudom, hogy azért kezdenek el nagyon sokan streamerkedni, mert ezeket a példákat látják. Végis nagyon helyes, hát csinálják, hát próbálják ki magukat, aztán majd az emberek, akik nézik őket, azok eldöntik, hogy most nézik őket, vagy nem nézik. Hát ilyen egyszerűen ez kiderül, ez az egész dolog. Úgyhogy, és hát aztán majd látják. De nyilván ez olyan, mint egy lottó, tehát szóval nagyon kevesen, sokan vesznek lottószelvényt, de nagyon kevesen nyernek, szóval ez körülbelül ez így. Nagyon hosszú folyamat, mire te elérsz, hát tehát főleg Magyarországon, hogy te abból meg tudjál élni. Ja, hát egyébként igen. Hát azért mondom, hogy
Tehát akinek már van ilyen százezres, százezren felüli követő tábora, azok már csinálnak rá egy vállalkozást, mert azok már mondjuk meg tudnak belőle élni, de azért ilyen kisebb szinten azért ebből még nem élsz meg. Szia, Davis! Szia, Davis! Mindegyiket Na, csinálod? Hogy állunk? Hú, ez a kis pukli, ez aztán itt megdolgozza a traktort, elég rendesen kapar. Ja, az, ezt azért nem, mert megvan tárgyázva szárt. Ja igen, mert nem maradt. Fú, gyerekek, kemény. Kemény az élet. Ezt majd lehet, hogy így hosszant irányba, sőt biztos is, hogy mert én most keresztbe csinálom, de ezt ugye most már egy hosszant irányba nagyobb a föld, de szerintem majd abban az irányba kell csinálni, mert úgy van ez a kis dombit rajta, hogy ez megfogja a szántást csúnyán. Valahol nem tudom amúgy ágyázni ott a csíkot, ahol... Szia Zoli, Track Driver! Igen, Piro kérdezte, hogy... Hogy? Amúgy nem laggol egyébként Gerle, mert én is nézem. Tehát lehet, hogy telefonon, igen. És Piro kérdezte, ha jól olvastam, hogy lehet-e jönni majd játszani. Szerintem lehet majd egyébként, én szerintem később, csak most per pillanat még nem nagyon lenne munka, tehát még most annyira az elején vagyunk, hogy alig vannak még eszközök, most vettük meg, meg földek, meg minden, de később, egy kicsivel később már majd akár beszélhetünk majd róla. Csak hát ezt ugye most kezdtük, és nem is láttam még a mapot, mert itt elkezdtük ezt az egészet így kezdeni, így belecsaptunk ebbe, és igazából be se jártam a mapot gyakorlatilag, tehát alig éppen csak megvettük ezt a három földet, most egybe szántottuk, hogy lehessen már majd itt rendesen gazdálkodni. És a legelső dolog, még vetőszerkezetet nem is vettünk, Laci, tehát még majd... Nem vettél még vetőgép? Hát még nem vettünk, ja, és azt még... Már egy milliót elkölt. Hát még nem, még maradt egy kis pénzünk, nem sok, de még maradt valamennyi. Úgyhogy majd vennünk kell, és akkor hát gyakorlatilag a többi dolog van, igaz? Mert learatni le tudjuk, szántani tudunk, ja még hát meszező sincs gyakorlatilag, az kell majd még. Mindjárt fordulok. Pici maradt itt ki, azt hiszem. Ott nem tudom, az a sarok azzal mi van, azt meg kell nézni még ott. Ja, jó, már körüljártam, akkor... Ja, hogy ez... azt nézem, hogy... Ez itt miért ilyen? Ja, és az a kis pici fűcsomó, az nem lett beszántva itt. Azt a mindenit neki. Miért ott a... Axel... Csak az összecsukam. De már vissza is adtam. Ott van egy kis fűcsomó, nem baj ott. Ott tegye meg a fene. Ott tegye meg a meleg tepertő. Akkor vehetsz vetőgépet. Tuhú, hogy bezúgtam. Nézzétek egy táblának, hogy neki mentem. Ez egy ilyen egymás utáni gyors, veszélyes útkanyarulatok táblát, és nem vittem ki, és jó neki durrantam. Valakinek úgy kiesett a kezéből ez az utánfutó. Én raktam le oda. Ki is szállok már. Állj, majd. Venni kell majd valami kis mosóberendezés, és szégyellem, hogy nézünk ki. Na, nézzünk valamilyen vetőcuccot. Ne vegyél nagyot, olyan... Nem veszek nagyon nagyot.
Majd mindjárt meg is beszéljük, hogy miért. Azért nem vegyél nagyot, mert itt kisebbek a földek, és sokkal könnyebb a kisebb. Hát olyan nagyon nagyot nem, de hát azért ez meg, ez 3 méteres, tehát olyat azért azt nem, de mondjuk van ilyen, ez 3,6, ez is, azt a picik. Na ez egy, oly... csak most azt nézem, hogy ez, ezzel lehetne mindent csinálni, ez csak 4 méter, nagyon kicsi. Ez 76 ezer, ez már óriási, az meg már óriási nekünk. 100 ezer. Azt nem tudom, hogy ez például mit tud. Az, hogy ez még ráadásul talaj előkészítése is jó, hát még akkor nem, lehet el kéne adjuk a másikat. Hogyha veszünk egy ilyet, ami az hány méteres? Nem, mert az akkor is csak 50%-ot ad. Nem, ad érte. Ez 6 méteres, nem, mert még csak egy napos, ezért még egész sokat visszaadnak. 6 méteres, akkor ez meg esetleg, és akkor ezzel lehetne, mit lehet ezzel? Hát ezzel lehet nekünk a szója az, ami meg a búza, stb. Lehet egy ilyet venni kéne, mondjuk ez 76 ezer, ez mondjuk 6 méter, tud, az 9 méter. A 9 méteres az meg nem biztos, hogy elbírjuk húzni a 9 méteres, szerinted? Nem biztos, hogy ez a traktorok elbírják. Hát egy ilyen 6 méteres. Mit szólsz egy ilyen 6 méteres ez? Szia Attila! Hát, egyént. Ha, mennyi? Hát 76 ezer, de mindjárt eladom ezt a talajlazítót, mert ezt nem bírjuk, nem bír el a traktor se, de meg, hát ez meg le is, ez meg megcsinálná a talajlazítást is, és ezt ugye egy kör, egy füst alatt akkor lehetne, tehát rövidebb lenne a munka. Igen, csak a trágyázást azt... Hát a trágyázást azt mindenképpen meg kell csinálni. Igen, de akkor szoktuk, mikor már megvan lazítva a talaj. Meg miután bevetett, így bózik zöld. Nem? A tőgépe bevetett, ezen kívül ezzel vethet. Igen. Közvetlenül is vethetsz. Őt nem kell talajlazítás, vagy ekével szentes. Aha. Jó, de hát azt... meg. Igen, de szerintem attól azt meg lehet csinálni. Én szerintem nézzük meg. Jó, nyomjuk rá egy vásárlás. Másikat azt meg eladom, jó? Azt meg úgy csináljuk, hogy ez a mink van. Birtokolt eszközök. Megnézzük ezt a fajtát. Ez 65 ezer volt, de ezt nem bírjuk el. Ez 12 méteres. Ezt nem bírja el. Ezt én szerintem ezt ettől megszabadulunk. Hogyha eladjuk, vagy mennyi az értéke ennek? Mit mond ez? Hogyha eladjuk, 65 ezerért adjuk el. Hát az még... És 65 ezerért vettük. Akkor de gyors. Szerintem ezt gyorsan eladjuk. De gyors. És akkor... Vettem neked magokat, úgyhogy csak főket tölt. Ugye megnézzük már ezt. Ja, és akkor vennünk kéne még mondjuk... Hát most az a kérdés, hogy... Ja, azt vettél. Jó. Itt vannak. Legvég. Azt mondja, hogy László Szele, hello, stop, 2020. január 5-én nem lehet magyar tartalom a YouTube-on. Hogy nem lehet? Nem hiszem. Miért ne lehet? Elhúztuk. Előbb fő kéne tűnni. Ja, először fel kellett volna, igaz? Kellett volna bele mag. Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. De mehetsz felőle. Nem, ezzel nem tudtuk, hogy nem tudtuk, hogy megfordulunk. Megfordulunk valahol, ahol meg tudunk ki. Nem tudunk sehol. Ó, de jó, itt sincs még beszántva a széle. Nincs beszántva a széle. Nem baj. Ezek hát is majd úgy meg lehet fordulni. Berakod a ízét, a magot, és akkor majd... Nem betrágyázni, Na, nézzük. Jó, tölti, nem baj.
Lobbuk ki. Mondtam meg, mi és akkor mi legyen, mi legyen? Szója jó lesz, vagy, vagy legyen vás? Jó. Szia, Holy Feri! Jó, hát három elég. Honnan veszed, az mire van közik? Hogy melyiknek milyen áll, milyen áll. Lehet, hogy nem tőlem kérdeztem. Várj csak, mivel Z-vel kell, nem? Hogy itt választok, nem nézzük. Ja, de Z-vel. Jó a szója? Vagy mi legyen? Jó, jó, jó. Tehát még azzal hozzátartozik a földhöz? Emily. Ez az egész az. Akkor ezt elküldik. Várjál még. Hát 95%-on. Akkor nézzük, kinyitjuk, megnézzük mekkora ez. Ekkora. Jó. Kicsit átlajozunk, becélozzuk itt a szélét. Célozzuk itt a szélét, a dolgok szélét, ezt le kéne ültetni, így van. Úgyhogy jöjjön vissza. Elvileg elkezdtünk ültetni. Ó, hát ez szalad a földön. Figyelj, beakadtam. De amúgy szalad a földön, hát ez, ezzel már örömény dolog. Na, találok. Engedd el! Béna vagy. Mondom magam. Béna vagy. Ja. Szép nagy földet vártál, mennyit fizet? 7000. Ha, jól van, mert ez viszont már most jár, fogy a szója, fogy minden. Meg hát közel van, ahol a várlak ez a rak. Ezen majd még egy kicsit itt variálni kell ezen a földön, ezzel, hogy ezt... Nem egyszerű az irányítása, de azért jó lesz. Ez így jó lesz, Laci, ezen szalad a traktor, úgy húzza. Örülök nek. Örülsz neki? Örülök nek. Úgy húzza, hogy szaladunk, öröm vele dolgozni. Csak itt vannak ezek a fák, és ez annyira rossz helyen vannak, már nem fogok tudni. Itt ding, neki melyek a fának. Ez a nagy baj, nem mindegy, ezt majd valahogy itt a szélét máshogy kell megcsinálni. Szóval. Majd belejövünk ebbe a földbe. Hülye alakja van, de a miénk. Ez így mennyire, ez olyan érdekesen van itt. Más színűek itt a földek, vagy nem tudom miért ilyen, Laci, hogy ez hogy lett itt, meg lett rágyázva az egész, vagy hogy van ez, nem tudom. Ahol a cukorrépát le csak beszántottad, a 100%-ot meg... Igen? Nem engedte. Nézzük, nem engedte már a trágya. Itt van 50. Itt, ja, itt meg kell mész hozzá, várjál már, vagy nem, várjál, nem. Ez a, ja, ez a csík volt csak, ahova kell mész. Ja, az mindegy, az majd, ahol be lett szántva a mész szántása, oda kell a méz, de az csak az a kis pici csík, jó, az majd nem érdekes. Majd a következőnél. Az majd a következőnél, jó, az nem érdekes annyira. Ja. Viszont azért lesznek itt még problémák. Lesznek itt még problémák itt a kanyarodással. Szerintem ezt majd lehet úgy kéne csinálni, hogy ezt majd úgy kéne, hogy itt a szélén végig kell így menni, mert ez más, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni normálisan. Sőt, hát nem tudom miért kapcsoltam ki. Jó, hát ebben tényleg át kell gondolni, hogy hogy lesz ezt csinálom. Jó. Majd szerintem a szélén végig körül kell menni, hogy meg lehessen normálisan. Ja. Jó, de majd rájövünk. Rájövünk, hogy fura alakja lett így a földnek, de nem baj. Nagy része amúgy jó lesz az úgy szerintem. Nagyjából azért jó lesz. Szerintem már... Ja, már igen, igen, köszi Szilárd. Na, elmentek a vendégek? Hoztak nekem valami ajándékot? Mondtad, hogy itt vagyok?
Nem, anyuék voltak itt. Ó, üdvözlöm anyut. Nem ismerem, de üdvözlöm. Kerestek már, Gabesz is azt mondta, hogy hol van már a kis dalos pacsirtánk. Itt vagyok. Honnan tudod, hogy rád gondolt? Hát, hogyha ma úgy mondod, hogy kerestek, akkor gondolom, csak rendben. Túlságosan figyel. Látod, Gabesz, túlságosan figyeli, amit mondok. Úgyhogy nehéz ám átverni. Ez válítom össze az OBS-t, és képeket szeretném. Eladtuk azt a nagy szántóvető cuccot, amit húztál, mert ez egy kicsit nehéz volt vele dolgozni, úgyhogy... Figyelj, hogyha én tudtam, akkor tudod is tudtam. Nem is az... Hát igen, csak elakadt csúrikám. Itt vannak ilyen dombok a föld közepén, és volt, hogy többször elakadtam vele, tehát úgyhogy nem tudott megmozdulni, csak kapart a traktor. Úgyhogy gyakorlatilag megszabadultunk tőle, lett más. Úgyhogy majd elmondjuk, egyszer. hogy lesz. Én kihívom Andrist egy más helyzébe, játékba. Mortal Kombatra? Igen. Bejössz velem hangba? Persze. Ő lesz a bíró. Hát akkor Andris is ott lesz. Persze. Nyilván, de össze tudtok kapcsolódni így? Elvileg igen. Na, az jó lesz. Akkor már most lehet a téteket megtenni, hogy ki az, aki Andrisnak drukkol, mert a többi mindenki Annának. Na, ki az, aki Andrisnak drukkol? Szia, Laca! Halló, Laca! Ki az, aki Andisnak drukkol a Mortal Kombatba, Anna ellen? Hát szerintem nem sokan. 100-ból 90-en Annának drukkol. Igen. Szia, Dad! Na, hát mondtam, igen, kérek egy kávét, igen. Igen, hát Dad is azt mondta, hogy Annának. Szegény Andris, innen szép nyerni, Andris. Ha majd megmutatjuk, hogy milyen melltartót vegyen Andris is, akkor lehet, hogy neki is lesz sikere, de lehet, hogy akkor se fog rajta segíteni. De akkor úgy öltözzön, mint egy arab nő. Takarja arra. Nem segít semmi. Semmi segít, jól van. Viszont, hogyha a fiúk is kíváncsiak rá, akkor sékli, akkor esetleg csinálhatok olyat gyereket, nem csak Twitch-re live-olok, hanem Discord-ra is. De azt mikor akarjátok, mert... 6 órától. Jaj, de már addigra befejezzük, tehát most még 5 óra, tehát addigra mi is bőven befejezzük majd itt, és akkor, hát várjátok már tényleg mióta csináljuk. Én most állítom össze. Jó, hát már majdnem 2 órája csináljuk, nem majd én ezt becsinálom, aratom még, vagy aratom, miket beszélek majd össze? Anna a hibás, bejött ide az össze zavar teljesen, szóval beteg éppen jelenleg. Még nincs tevet. Már elképzeltem, ahogy Andris a véres orrával elhárítja Anna térdrugását. Azt írta ő, hogy mindenféleképpen ő fog nyerni. Hát elég sokat tekkeneztem annól, hogy jól tálasztam, szóval. Sőt, ugye amit ma neked elkezdtem mesélni átszen, hogy emlékszel a Nintendo-s játékokra, igen. A kazettások. Annó volt az a Teenage Ninja Technics-os játék. Igen. Hát azt imádtam, abban verhetetlen voltam. Sőt, összekéne hozni ezt a dolgot, mert itt van egy a régi eredeti PS. Azt hiszem ez az Enigma is Annának dukkol. Hát... Csak kéne nekem lemezeket kiírni. Laci, te hova tűntél? Laci, feladtam. Itt hagytak? Itt hagytak a nagy munka közepette? Figyelj, kicsit dolgozzál te is. Ott is egy közlekedési tábla. Az micsoda? Mit nem szabad csinálni a hídon? Ja, 20 tonna? Úristen. Nem számoljuk meg, hogy mennyink van. Benézek már a live-odra. Hát az a minimum, hogy benézel, de már el is rontottam ennek örömére. Nem tudom, Axel, most mindent elrontasz, mindenért engem hibáztatsz, amit rontasz, zavarba vagy? Kérdezhetnek. Aha, már igen. És miért? Na, nem, tehát... A dalos pacsirta benézett a live-omra. Igen. A
női YouTube sztár. Ja, nem, Twitch sztár. Twitch-es vagy. YouTube. Jó, szóval ezt, hogyha nézed a live-ot, tehát ezt vettük, és akkor ez annyit lecseréltük, ezt másikat eladtuk, és akkor ez annyit csinál, hogy ez, jó, tudom, majd visszanélek, csak itt még próbálgattam, hogy mit, hogy lehet. Na, közben látom, mit ért az M-Games. Na, csak el... tegnap 21 menetből nem nyert egyet sem. Na, hát akkor nagyon nagy esélyem van a nyerésekre. Anna baba, elmondhatom. Igen, csak nézed, mert fogsz itt játszani ezzel, és elmondom, hogy ez egyben, ebbe beleteszed, ugye most szója van benne, de az a lényeg, hogy ez egyben megcsinálja egy füst alatt a vetést is, meg még a talajlazítást is, ez a lényeg ennek, jó? És ez így könnyebb, ez fut rajta, látod, tehát megy, mint a szél, meg kicsit keskenyebb is mondjuk, de megy szépen. Hát én is megyek itt össze-vissza, de a lényeg az, hogy lehet vele haladni, meg egyszer kell csak így végig menni. Nem kétszer. Meg egybe lett, Szia Imre, egybe lettek szánt. De meg egyben szántottuk, jól nagy részét. Na én azért léptem ki, mert most elszaladok meg. Ja, nem, Zavarban vagyok, az egy... Zadar az egy város Horvátországban. Zadarban vagy. Igen. Lehet. Szia Imre, mi a helyzet? Jól van. Hát közben én kaptam egy kávét, úgyhogy kedves egészségetekre. Én is kérek. Oké. Tejjel, cukorral. 10 kilométerre vagyok, vagy 11-2-re, tehát jöhetsz és akkor kapsz. Jó. Most én megy, nem süt egy busza. Persze. Szájhős. Azt hiszem, hihetem meglepődő. Én már voltam nálatok többször, de még egyszer sem voltál nálam. Nem, ez egy háttér információ. Egyszer nem hívtál még meg. Ezen múlott, azt mondod? Igen. Psi, ha ezt tudtam volna. Na, gyerekek, várom itt a cseten is, vagy akár tőletek, és milyen címet adjunk a live-nak? András bukása. De Dedem Games, hogyha... Vagy törölgesd a véres órodat, Andris. Igen. Törökkézzel véres órodat. Andrissal aztán jöhetsz ellenem, ha gondolod. Na. Én nagyon szívesen várom itt a jelentkezőket. Akkor annyi, hogy meg tudjuk beszélni, hogy most mondod valamit. Megyek mondjuk mindenkivel 5 fight-ot, és akkor annyi. Úgy tudunk cserélni. Akinek megvan Mortal Kombat 10, akkor az jöhet. Sőt. Na, Dedem Games benne van. De viszont segítsetek, mert tényleg valami jó trappán szívet kitalálni. Igen? Mhm. Na most mondtuk az előbb már. De nem csak Andris lesz a játékban. Szóval de az is jó, tehát... Törött kézzel véres orrot törölni, vagy hogy van? Hát akkor szóljál neki, lehet engem kihívni. Dani 26-nak kell szólni még. Amúgy igen, vele beszélni is akarok, de ő azt hiszem ő szokott a párjával, a párja mindig megveri. Mindjárt fölnézek én a Twitch-re. Megkérdezem tőle, hogy üvesek az jönnek. Vagy az, hogy ütlek, ruglak, gurult, szexő, engem, többet nem kötött. A fené. Vagy amit Anna szokott egyébként, Annának a szavajárása. Van egy olyan, Anna, mit szoktál mondani? Nyugszik, fekszik, nem kötekszik. Nem kötekszik. Hogy ez szok, és ez pont ideillene a... Guru, fekső, velem többet viszik, nem kötekszik. Vigyázz. Ez így az, van rendben. Ezt szoktad mondani, úgyhogy ez pont neked a... Igen. Anna. Igen, streamerek viadala. Akár. Az is lehet. Kicsit meg kellett javítani. Na, én most megyek egy féljet ölni. Jó, hát ezt még szokni kell ezt a földet, mert elég fura alakja lett, de... Na, de mindegy.
Már nem jó. Jó, azt én most már mindenképpen bevetem. Ha esik, ha nem, ha néger gyerekek potyognak az égből, most már akkor is bevetem, és akkor hadd nőjön. Bár ez a szeró, ez leáll, igaz, ahogy mi kilépünk, gondolom ez is olyan, hát persze, hát nyilván leáll. Egész gombra van téve ez, hogy amikor itt ezek a mozgások, vagy amikor fordulok, akkor leállítom, hogy olyankor ne menjen pocsékba. Axel? Leánykád énekel? Lehet hallani, mi? Aha. Igen, megy, mert annak, hát én meg biztos sok pálinkát, lehet, hogy nem is kávét ittam, hanem pálinkát, össze-vissza megyek. Mindig nézem messzebbről egy kicsit. Axel, itt is meg tudod hívni, jobb gomba nevén távoli játék. Ja, nekem nincs meg a játék. Mindjárt tovább végigolvasom, csak beállom. Mindig mondtuk, hogy jó chatolvasós játék, aztán össze-vissza megyek és nem olvasom a chatet. Igen, csak egy kal kell, hogy legyen neki és nem marad ki. Ja, á nem. Én, hogyha akarom, mi élőbe lejátszuk. Mi élőben lefájtozzuk Annával, ne? Ott viszont nekem van előnyöm. Nekem az új szímszolgáltatás távoli játék, igen. Az igazság, hogy van egy kis magasság és testméretbeli különbség, tehát én Annál ráfekszem, meghalt, tehát úgyhogy nekem nagyon egyszerű dolgom lenne. Tumó. Hát tényleg. Jó, én szerintem ez viszont így jó. Hát nem mondom, lehet, hogy volt ennél egy nagyobb, mert ez azt hiszem, hogy az 9 méteres, vagy mennyi, és volt egy 12 méteres, hát az is lehet, hogyha ezt el lehet adni, esetleg ki lehetne próbálni a nagyobbat, egyen nagyobbat, hogy mi lenne. Lehet, hogy esetleg még azt is el, mert ezt nagyon könnyedén elviszi. És lehet, hogy még a nagyobbat is elvinni könnyedén, és akkor viszont állj le. Jó, jó. Pont mondtam, hogy velem azért nem kell, hogy Mortal Kombat ezzel, mert mi személyesen is tudunk néha találkozni, és akkor le tudjuk fájtolni a játékot. Csak ott viszont nekem van, én vagyok előnyben veled szemben, mert... Ez biztos. Mert egy kicsit, ja, van egy kis... Ez olyan, mint... Na most figyelj, most Dávidnak is előnye volt. Hát az is súlyától fogva... Szia, Márk! Lehajít a földre. Mert ti, amikor harcoltok, ki szokott győzni? Ő győzött most. Szia, Gabes! Pedig neked vannak ám körmeid, annak ellenére is. Mert nem mered használni, szerintem. Ifjú házas vagy, még félted az uradat, hogy hogy fog kinézni? Még barázdákkal az arcán. Nem. Nem? Nem. Inkább attól félek, hogy egyszerűen tudok menni. Az jó. Jaj, gyerekek. Tele hassal. Bunyózni nem jó. És végül is akkor... Mi volt a második... Milyen második? Hát, vagy mit főztél? Mert mondtad, hogy zuzapörit csinálsz. Az megvalósult? Igen. De elég hangba vagyok. Ne találkozom. Nagyon nem némítom magam, mert már felmérgem. Szép is a szerelem.
ezeket a kis pici kis izéket itt összeszedjük, hogy ne maradjon. Jó. Jó van, alig várom, hogy mennyi az idő. 15 óra. Ó, hát még sokáig nem engednek innen haza engem a földekről. Kocsmában már kitöltötték a sörömet, fel fog hát melegedni. Sem. Majd fogok neked küldeni egy videót. Jó. Kocsmában megmelegszik a söröm, olyan soká érek oda. A többiek már ott várnak, mindenki lelépett a munkahelyről. Vagy Imi, te itt vagy még? Én meg itt vagyok. Akkor Imi egy rendes ember, ő még itt van. Már a nagyságos asszony az már lelépett, már a Kostyál nagyságos úr is ja, lelépett, igen. Már mindenki lelépett. Elmentem vacsorázni azt. Mindenkinek én is mennék már, mert van vörös hagyma a tarisznyában. Keserű magában. Úgyhogy azt mondod, Edemhéms, hogy a hegek férfiasak, akkor én is félem, eddig férfias vagyok, mert nekem a hátamon vannak hegek. Milyen hegek vannak? Erre vágták a szárnyai hegek. Milyen műtéti hegek? Mondom, annyi... levágták a szárnyait. Annyi jegyeket műtöttek le. Tényleg. De ne durva a küldet nekem! Ugye, én nem tudtam megtenni. Nekem nem jött. De, most a kijelző. Megy egy repülő, airdropot dobnak? Hoppá, Andriska, meg megy a live-om, gyereke. Megy a mese. Na. Mert csak lezárt ja, a telefon. A hegek férfiasok nem tudnak, hogy mennyiségben a nők szeretik. Rajtam van, Dad. Majd egyszer megmutatom Annának. Nem olyan helyen van, nem intim helyen van, tehát nyugodtan megmutathatom neki. Nekem a vállamon, nem, nekem a vállamon van például, mert volt egy síbalesetem, és elszakadt a szallag a vállamba, és ott van egy jó nagyot vágtak például. Ez egy szép nagy. Akkor az arcomon is van néhány, mert össze-vissza. Egyszer olyan magas lázam volt, gyerekek, hogy... De tényleg ilyen, egész nap ilyen 39, 40, 41 fok, meg ilyen lázam volt egész nap, aznap, és hopp, itt egy gödör, gyerünk csak innen kifele. Nagyon bevettem a gödörbe. És tehát egész nap, és egyszerűen nem, semmi nem segített, hogy levigye a lázat, és éjszaka valamikor, nem tudom, éjfél körül, vagy már nem is tudom mikor, hát ilyen, hát felébredtem, hogy hájnom kell, hogy hát nem is ettem egész nap semmit, mert olyan lázas voltam. És hát nem sok mindenre emlékszem belőle, csak arra, hogy elindultam ki a WC-hez, és ahogy az utolsó kép, hogy még arra emlékszem, hogy megfogtam az ajtónak a kilincsét, és akkor utána filmszakadás, és a mellette levő ajtó, ez egy ilyen, hát egy üvegajtó, de ilyen ólomüveg, hát tök mindegy üvegajtó végül is, ami a szobának az ajtója volt. És a következő kép, hogy ott sírt az akkori barátnőm, ott felettem, ugyanis a fejem, a nyakam gyakorlatilag, tehát nyakam az ajtónak a keretébe volt, a fejem az bent volt a szobába, az üvegajtót persze kifejeltem úgy, szabad esésbe, és akkor, és hát persze össze-vissza vagdalta az arcomat az üveg abba a formába, és hát folyt a nyakamból a vér, meg mindegy, nem annyira ide való ebbe a lájba, de na mindegy, és akkor gyakorlatilag mindenki, én is azt gondoltam, hogy Quasimodo lesz belőlem, mert hogy nem lehet majd, tehát már tényleg annyira nem volt egy négyzetcentiméternyi hely az arcomon, ami ne lett volna véres, vagy ne lett volna sebes, és hát annak ellenére úgy viszonylag egész szépen begyógyult. Nyakamon látszik, így az államnál ott van egy nagyobb vágás, meg hát mi az orromon, meg van vannak ilyenek, de ahhoz képest úgy egészen egy emberi formámban még viszonylag. Tudod mi a folyé? Ugye amúgy nekem alig látszódik az a heg, mert szerintem te még észre se vetted. Hát nem azt néztem biztos, elvonta valami a tekintetemet biztos. Mindig, annak is jó sztoria van. Úgyhogy de, vannak rajtam hegek, érted? Tehát nem mondom azt, hogy egy spártai katonaként szereztem, de hegeknek hegek. Ilyen, The Damn Games, az üvegajtó volt a gyengébb. Ezt most sem így megtudtuk. Én nálam, meg én voltam a gyengébb, mert ezt úgy képzeljétek nem, el. Nem, ez az út így van. Kicsi voltam, attól is lehettem.
találtunk az udvarba, ott nálunk egy bumerángot. Tudod, emlékszel Axel erre a régi fajta műanyag bumerángokra? Szia Józsi! Szia Kusova! Egy olyat találtunk valahogy átrepült hozzánk. Ott volt az udvarom. Szóval az mi volt az? Mi volt az? Bumeráng. Ja, bumeráng. Ez a régi műanyag, tudod. Ja, igen, igen. Unoka bátyám elkezdte dobálni. Mondta ő, hogy álljak arrébb, hát odén mentem, de hát nem gondoltuk, hogy úgy fog visszajönni a bumeránk, hogy engem eltalál. Pont itt az államnál vágott el. Poén az volt, hogy azelőtt kiakasztottam anyut, nem tudom mivel, már nem emlékszem, és mentem oda, hogy fogtam az állam, közben zokogtam, hogy mondom, anyu, anyu, ez jó, hagyjál már beszélgetek, tudod. Már nem tudom, helyedi szólítás, amikor megfordult, és látja, hogy egyadta merővéje vagyok. Tudod, mi volt egyből. Milyen szitkozódás. De volt egy nekem is, mi amikor elestem a kis kemping biciklimmel, még ami volt annó. Helyre borulgottam az aszfalton. Ez most mi az, hogy szántást igényel? Ez most miért mondja ezt? Nem jó, nem csináltad meg, jó? Hát megcsinálta ez a izé, hogy... Miért igényel szántást? Ne kuckuljanak már fel. Hát most csináltuk meg. Méz kell hozzá. De nem az a széle, mert az csak az a terület, ami mély szántással van, de... Valami csak mert, nem mert erre, viszont, azt mondja, hogy ez itt jó. Szia, vasoló deszka. Jaj, szevasz Atis. Jó, azt nem tudom, ez a szántás dolog, ezt nehogy már itt be kelljen szántani, hát már növekszik a szója. Szia Zsolt! És megtrágyázva 50. Szia Zsolt! Minden harmadik vetés után szántani kell. Azt értem én, Zsolt, csak ugye most, hát most vettük, hát még most szántottuk először, csak vettük ezt, ami talajlazítást is csinál, és egybe még vet is, és most ezzel csináltam itt az egészet. És hát persze egybe lett szántva, hát most úgy tudom neked mutatni, hogy ez három föld volt, ezt ugye egybe szántottam, hogy egybe van, így az egész most vetettem be, és akkor egy részénél azt írja, hogy szántást igényel. Na, de be van már vetve, ezt én már nem szántam be még egyszer. Uh-huh. Emlegetnek a verebek. Igen. És várjunk, ezt végigmegyek már rajta. Nem tudom, hát azt mondja, hogy ez 50%. Hát amelyik a tehén pottyantásában. 50% trágya. Ez már itt 100%. Szerintem az Andris már készülődik a nagy meccsre, már meleg. És itt is 50%. Jó, hát egy kicsit... Ja, és a meszet azért írja, mert ugye az még az a külső terület, mert itt ugye egybe lett szántva, de az majd, azt majd megcsináljuk, ha oda jutunk. Ez meg 50%-os. Ilyen mese. Dr. Greyman. Anime mese. Erre aludtam az este is. Jó, most viszont itt nyomattam. A földön, mert ezt meg tudom, lehet nézni, hogy ez hogy állnak, ezek nem jó, talaj összetétele. Ja, itt látszik valójában. Elméletileg nem. És itt tényleg azt mondja, hogy szántást igényel. Ezt nem értem amúgy. Te, Axel. Tessék. Meddig csinálod amúgy a live-ot? És olvastam Dednek, hogy milyen balesete volt. Na, hát igazából bármikor abba tudom hagyni, akár most is, csak meg abba is hagyom én szerintem mindjárt, csak azt nézem, hogy igen, mert ezeket itt, ezt itt újra meg kellene... Bíró. Igen, ezeknek itt meg kell szánt, igen, az már megvan. Tehát gyakorlatilag itt még egy ilyet kell majd rátolni. Mert egy 68 mindig, ezt tudjuk azt. Na, Zsolt Game, hadd mondjuk el neked, mert hát aki nem hallotta, 6 órától nagy verekedés lesz, ugyanis Anna, hát ilyen Mortal Kombat, meg Tekken, nem tudom most melyikkel akartok ti igazából, de hogy nagy verekedés lesz, és hát lehet szavazni, lehet drukkolni Andrisnak is, illetve Annának, meg még nem is tudom, hogy ki jön, lehet, hogy Ded is fog, nem tudom még kivel akarsz verekedni, vagy ki fog. Hát jön elvileg Dent, Andrés, meg még nem is tudom kifirdelt, hogy kinek van meg. De nagy verekedés lesz, úgyhogy Anna csatornáján lesz természetesen. És Axel lesz, mint a... Ja, én leszek a bíró. Én is bemegyek hangba, én leszek a bíró. Tényleg, majd, mert úgyis olyan jó hangod van.
Ja, akkor narrátor. Kinek? Aztán majd mondod szépen. Nekem meg nincs, én nem szeretem a saját hangomat. Hát te nem fogod hallani a saját hangodat, de mi hallod. Hát szóval lehet most narrátor. És akkor mondja Axel, hogy... Fight. Anna neki készülődik. Igen. Nézi. Meggyúrom, nézi. Az öltözőbe meggyúrom egy kicsit. Anna rúg, Andrusev. Találjuk fel. De kipróbáljuk. Most betrágyázok? Hát, megnézem már. Képzeld el, hogy erre a földterületre azt írja, hogy szántást igényel. De hogy? Miért? Hát mert... De miért? Hát ez amit ott van a talajlazítás, hát az megcsinálta, nem? Hát ez már be van vetve, én ezt már nem szántam. Talajlazítás, a szántás az, amit te ekével csinál. De nem, hát az egész földre szántás, hát nem hiszem el, hogy az egészre, ez nem akkora már. Tehát, hogy nincs kikapcsolva. Hát akkor meg már megnézed. Azt írta Zsolt, hogy ő fog mind a hármunkhoz drukkolni, de viszont nála is fog menni a light, mégpedig a farming szimulátor 15. Na, egyébként ezt láttam, hogy sokan nézték meg nálad most, Zsolti. Laci is úgy döntött, Kocsia az is, hogy bérelt ezt a szerót, úgyhogy csak nekünk ugye nyilván 19-es megy. Na jó ez a magyar map, te. Na jó, hát most ismeretlen legalábbis, tehát egy új dolog. Itt van a benzinkút mellettünk, most nézem ott a távolban. Hát ezek a magyar izék, hogy na itt vannak, hogy itt most hogy? Most ezt hogy? Ezt szerintem legelőször, ezt valahogy úgy lehet csinálni, hogy itt legelőször is, körbe is kell menni. A nyilvánosba is megyem oda is, jó? Be is kell, hogy célozza. Én meg is nézem, hogy hogy állunk. Itt... jó, mindjárt megnézzük. Ja, hát az ott volt szerintem a széle, ahol az a fa van, tehát ott a kanyar. Ott van a széle. Nagyon hülye alakja van ennek a földnek. Rettentő. Ja, és itt látszik is amúgy ott a széle, ahol bal széle ennek az egésznek, ott nem színezi át, de hogy azért, mert az ott át lett szántva. Ez körülbelül nekem eddig kellene, hogy is nézzük. Ja, ez körülbelül eddig kellett itt jönni. És akkor, mert itt, hogyha megnézem, tehát ez itt, igen, ez itt 100%-os. Anna, és most, már, most a... És most már ez is az. 11-el Mortal Kombat-os? 10. Tömnik a 11. Én 10-et vettem meg. Megvan a Tekken. Tekken 7 pontosabban. Jó, hát ezt a kis pici munkát még azért bedolgozzunk. Köszi a lájkokat. Most nem tudom, a Tekkenbe lehet multizni? Ja, hogy neked a... Hát én is így kezdtük, hogy a gépemen futott, csak aztán nyilván akkor nem tud bárki bármikor bejön, és hát... Hát elméletileg... Egyszerűbb... Ha írja a multit, akkor lehet. Na ez az, hogy én most nem emlékszem, hogy írja vagy nem írja. Jaj, ezek a magyar dolgok, nem akarunk bemenni a vízbe. Nem tudom, most jövő héten bemegyek majd a napszámba, azt megveszem a két kart a játékhoz. Mondtam, hogy akkor egy olyan live-ot is majd, ahol Dáviddal fogok tekkenezni mondjuk, vagy mortálozni. De hiszem, hogy lehet, hogy én egyszer befűzöm itt ezt az egyszert, hogy hát... Ne. Nem tudom, a nézők mit szólnának hozzá. De a nézők döntsék el. Verekedős játék, de a nézők fogom kérdezni, nem téged. Jó, de én nem a férjed vagyok. Tehát én simán csinálok olyanokat, sportszerűtlenül, hogy játék közben belecsípek az oldaladba, hogy mit, vagy befogom az egyik kezemmel a szemedet, vagy szóval én ilyen sportszerűtlenül csak megnyerem bár, hogy hát ott ülsz majd mellettem, akkor biztos. Ha máshogy nem, összekötöd a kettőt. Bekötöd a szemét. Én tudok harapni. Rövileg. Megharapom a füledet. Azt hiszem, hogy a többi... Ez már most itt 100. Jobban jel. Ha jövünk tovább, ez is 100. Hello. És pillanat, és... Ja, ez itt csak 50. Na, ez a széle megint 50. De bunyóznod kell. Érted? Kész punktum. Nincs választásod. Ja, kész. Hát jó, de ez más, ezt pont mondtam Zsolti, hogyha ezt élesbe, tehát úgy toljuk majd le, hogy tehát realbe ezt a dolgot, akkor annak veszélybe van, mert azért én vagyok testi fölényben. Várjátok, ez nem is jó. Csak tudod, szerintem kettőnk közül annyi a különbség, hogy én nem vagyok csikis.
Nem csikibe, hát itt most verekedésről volt szó. De hát ennek... Nem mondtam, hogy rád fekszel, meghalsz. Tehát ez, tehát azért nézd már. Nem is kell nagy verekedést csinálni. Már jó, már ez itt... Ja, az körülbelül jó is. Ja, itt valahol volt a föld széle. Hát hogyha egybe lesz az egész, akkor nem kell bénázni, csak most az a baj, hogy a legelső alkalommal egybe szántottuk, és különféle módon volt itt. Na ezt a kis picit is még itt, ez nagyon gyorsan halad, úgyhogy ezt a picit megcsinálom még. Mindig úgy jövök, mint a szotyizással, sose lehet abba adni, de ezt tényleg ezt most megcsinálom ezt a kis picit, hogy állunk. Ja, majdnem jó, kicsit kormányozunk. Éjszaka is így szoktam, mert máshogy nem lehet vezetni, de itt most a csíkokat nézzük. Ugye ezeket azért, amit be kell meszezni, azért ilyenek itt, de azt majd egyszer megcsináljuk. Meszezést. Jó, mert így behúztad a kettőt? Hármat. Mind a hármat egybe szántottam. Jaj, tehát ez a lényege, hogy ne kelljen utána itt... Tehát sokkal nagyobb terület, könnyebb lesz majd mindent csinálni vele. Meg ugyanis csak egy fajtát fogunk szerintem termeszteni, aztán... Ó, majdnem belementél a vízbe azért. Vigyázzuk. Ó, nem is kell, hogy meglegyen neked. Remote playbe, meg azt mondja Dad, hogy remote playbe meg lehet hívni. Csak kar kell, hogy legyen a gépeket, aztán lebunyózzátok. Hát az úgy nem jó, mert akkor nem tudod trollkodni. Tehát az úgy, érted Dad, tehát akkor hogy fogom befogni a szemét? Tehát valahogy meg kell nyerjem, mert ő nagyon sokat játszott ilyennel. Én körülbelül 25 éve játszottam még, akkor még Windows se volt, csak DOS-os Mortal Kombat-tal játszottam. Kicsit régen volt. Akkor még micsodák voltak, játéktermek voltak. De hát meg volt az, mert hát DOS-on ment az, tehát meg volt. Csak az nem most volt. De hát Axel úgy is csak egy hangember, amúgy. Lehet, hogy megnyomtam a gombot. És nem adtam nyugat gombot. Én nem kezdeném ki Axelt a helyet. Én meg direkt csinálja, figyelj már, direkt csinálja, mert azt hiszi, hogy én olyan vagyok, mint az éve vissza a jövőbe, hogy azt mondják nekem, hogy Nyuszi vagy McFly, és akkor majd én, igen, de nekem senki rábotatja, hogy Nyuszi vagyok. Azt hiszi, hogy izé vagyok én, de hát nem. De mondom, hogy Nyuszi vagy. Tudom. Yeah. Én meg azt mondom, hogy tudom. És kész. Engem ilyennel nem tudsz felhúzni. Nem, mondtam neki, mondom, ugye akarok veled majd tettél, ez volt mondtál, hogy nem. Majd, hogyha megveszed mind a két kar. És mondtam neki, hogy akkor utána majd ki lehet kijönni, és akkor játszhatunk. De hát nyuszi. Azt én is toltam, ott neked, az, úgy van, az régen volt. Hát én akkor meguntam, de hát pont mondtam Annának tegnap, mert hogy akkor is beszéltünk így a mostani voltákomatekről, hogy hát végül is az újszülötteknek minden vicc új, tehát végül is vannak, akik most is szeretik játszani, csak én már körülbelül akkor meguntam. Hát akkor tekken ez úgy, nem mindegy. Ez az, hogyha kijönni, akkor még Andrist is le tud meggyőzni. Nem tudom én. Annisnak már úgyis nyomtam pár tockost, mi a nyáron, amikor találkoztunk. Ő neki realbe tudtam, megadatott a jó Isten, megadta. Na szerintem ez is sötét. Ez ugye nagyon hülyén néz ki, mert ez ugye itt nekünk. De szerintem ezt is megcsináltam ettől függetlenül. Jó, hát ezt mondjuk megvárjuk, hogy ez kiserkenjen, nem most várjuk meg, csak hogy majd megvárjuk, és akkor utána kap majd egy kis növényvédőzést, egy kis... Kap majd egy kis permetezést, de azt majd nem most, azt majd legközelebb. Jó, én is itt szerintem kidobunk. Valójában lehet, hogy még egy körre elmegyek. Nem tudom már, hogy hol is volt ez. Hol volt itt? Elvileg itt van itt akkor eljövök balra. Elvileg itt van nekünk valami bázisunk, de rohadjak meg, hogy... Vágom. Ez itt van a benzinkút mészállomás? Itt valahol vagyok? Amúgy igen. Be fogsz hoztolni, ugye? Mert megy nálad az automatikus moszt. Megy. Szóval ott is lehet majd nézni, Axelnál is.
Jó, de hát az csak azért állítottam be, hogy valami menjen nálam, mert ugye az én Twitch-em ugye nem nagyon, tehát nyilván Annánál nézzétek, mert akkor, hogyha az enyémen beírtok a chatre, akkor azt Anna nem látja, tehát azt akkor... Nem, de majd figyeled a saját. De nem, hát de az enyémre írkáljátok, hát nézzétek Annál majd. Majd nyilván nálam is egyszer valószínűleg beindul a nagy üzem. Jó felem megyek én? Jó, igaz? Persze, jó. Elmegyünk, megnézzük már azt a bázist, mert elvileg ott talán van silónk, meg ilyenek, de... De nem tudom, hogy mi van ott. Szia Attila, hello! És akkor ez legalább kiderül. Ha-h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 a
zászló fent. Na, milyen utak? Jaj, most nézem, hogy Magyarországon vagyunk. Nézzétek már, mekkora kátyúk vannak. Meghalok. Nem tudtam, hogy mitől ugrál a traktorom. Mekkora kátyúk vannak. Öcsém, ilyen egyik mapon sincsen. Ami eddig játszottunk. Meg itt a földjük mellettünk, az még milyen. Sanyi a ló, az is mindjárt előkerül. Látszok, hogyha valakinek lesz a hatórától Mortal Kombat 10-zel fogunk játszani. Ez mi volt? Majd megnézzük, hogy sikerül-e nekem elverni a fiúkat. Egyszer ugye velünk lesz, mint a narrátorunk és a bírunk hangba. És akkor ide hogy lehet bemenni a rozsdás? Rozsdás kapu, halál. Gyerekek, rozsdás kapu, jó, behajtani tilos. Kiszállsz, és rákat. De mi, E betűvel nem csinál semmit. Mondom, kiszállsz, és egérre rák. Jó, hogy egérrel? Tényleg egérrel. Jó, és még nyiszorog. Várjátok, hát nem tudom, nem a traktorral még, bemegyek gyalog. És akkor ezek itt, való, itt van egy silónk nekünk ebbe? Ismert. Az a siló, az a miénk lenne ott. Hol? Hát van itt egy hátul. Nem azért csak... Igen, mert nem tudom, hogy... Igen, az egész terület a miénk. Ez itt a miénk minden. Mert azt néztem ugyanis itt, hogyha megnézzük, nem itt, hogy is vagyunk? Itt vagyunk, garázs. Itt van a... Ja, itt vannak... Na, ezek itt a miénk. Tehát itt van egy siló, egy ilyen bunker siló, vagy van... Házi általaink, meg marha legelő, meg ilyenek, de hol? Ezeket majd meg kell keresni legközelebb, mert tényleg érdekel. Jó, de én most nem is akarom húzni az időt. Itt esik ki a kezemből szerintem minden. Fá, tiszta, tényleg. Tényleg, mintha otthon. Hazaértem, gyerekek, otthon vagyok. És tényleg már ide lehet valószínűleg, ide lehet majd beparkolni. Jó. Thanks. Figyelek. Szia, Attila. Leszél majd pipi. Van nekünk, hát pont azt néztem, hogy itt van valahol. Az csak van. Az old, te. Vagy ez csak az old, akkor rólunk volt, van, de akkor majd lesz pipi is, jól van. Jól van. Nekem pipi. Veszek. Egy... Meg cocát. Te bent vagy de még, Imi? Imiben vagy még? Én még itt vagyok. Akkor nem csinálok mentést. Még nem adtam le még a küldit. Ja, jó, akkor majd most te csinálsz mentést, még... mielőtt kilépsz, ha tudsz csinálni, ha majd csinálsz. Szerintem. Tud, hát be tud rendszer. Na jó, már hol van? Én meg akkor kilépek a játékba, jó? Hurrá! Most végeztem a kukoricával. Jól van, oké. Okay. Na, jó van, én köszi szépen, hogy és annyi a ló, így van. Na, akkor annyi a terv, hogy tehát 6 órától Annának a... Miért ment el a kép? Ja, jó, nálam is elment egy pillanatra, hogy kiléptem belőle. Tehát Annánál lesz Mortal Kombat, és Andrissal, Deaddel, és nem tudom még kivel fog verekedni, úgyhogy majd menjünk drukkolni, mindannyian megyünk, ott találkozunk Annánál, leszek a bíró, majd hangba ott leszek velük. Nem, ez a narrátorunk. Meg narrátor, meg minden, ja, minden egybe. Na, köszi szépen, hogy még egyszer itt voltatok, és majd, hát ezt folytatjuk itt a gazdálkodást, de most akkor 6 órától pedig verekedés lesz. Úgyhogy, na, köszi szépen, további szép délután, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.